Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Itt vagyunk ám. Jövünk, mint, ja, ja, mint a talajvíz, jövünk, mint a higany. 6:13. Ne nyújj hozzá. Ne nyújj hozzá, mert Zsülmán beállította. Ez most tuda. Igen. Kedves hallgatók, az a helyzet, hogy bejöttünk a stúdióba így reggel, és nagyon csodálkoztunk rajta, mert hogy ugye 18 fokot mutatott kint a hőmérséklet, illetve a hőmérő higanyszál, ahogy azt szokták mondani, hogy szakmai körökben, ehhez képest meg itt bent, én komolyan mondom, az első dolgom az volt, hogy benéztem az asztal elő, hogy nem tárolnak itt egy fagyott mamut bébit. De szerintem ez én voltam tegnap. Hát, basszus. És ez így maradt. De 24-re van állítva. Azért most nem, már, akkor nem. Most már, mert szóltam, és most gondold el, hogy negyed órával ezelőtt beletállítva 24-re, hogy mennyi volt akkor, amikor bejöttünk. Ráfagyott a seggem a műbőrre. Én tegnap benyomtam 9-kor reggel, 9-kor egyen 21-et, de szerintem azóta Csabi meg a délutáni műsorvezetők hozzányúltak. Itt most nagyon hideg van. Igen, tehát hidegebb van, mint kint az utcán. Ez kemény. Én szeretek hidegben dolgozni, sőt csak hidegben tudok, de ezt most még én is érzem, hogy ez konkrétan jégcsapok lógnak itt az adásgépekről, meg a laptopokról, meg a telefonokról. Forró grogot. Az egy rumos ital ez a grog, ugye? Az, így van. Na, hogy feltört a régi széfesének. Nehogy valaki úgy érzi, hogy forró drogot, tudod, azért teszem helyre, hogy mert nagyon áthallásos a dolog, és tudod, mert én nem álltom majd a levél, hogy forró drogot kért a műsorvezetőn. Tényleg, az a grog, az egy ital. Így van, ilyen cukros rumos ital. A tengerészeknek osztogatták annak idején, hogyha már nem használt a verés. Igen, a lázadásokat általában ezzel akadályozták meg. Jó, akkor most mit csinálj? Jó, van, akkor legyen grog. Igen, az a grog, csak azért mondtam, hogy nem forró drogot mindenki. Kapitány úr, már mindenkit megkorbácsoltunk háromszor. Akkor most nem grogot használ, jó, akkor grog. Tényleg lehetne itt egy kis rezsó, az egyiken egy forralt bor, a másikon egy ilyen grogos. Igen. És akkor reggel egy bögrébe kicsit. Amik vezetni utána, nem igen, kell, nagyon jól lenne. Minden nem lehet. És itt ülne mellette ilyen izébe, ilyen kis kendőbe egy sündisznó néni, aki sütne nekünk, vagy hívják gesztényeket. Hát nem tudom, várja, melyikbe volt, vagy a Gőgös Gunár Gedeonba volt, vagy nem is tudom, mibe volt. Nekem mindig megmaradnak bennem ezek a képek. És egy néni, egy sündisznó néni ült a rezsó mellett, és gesztényét sütött rajta, és akkor az erdőnek a vagyai oda gyűltek, és akkor mindenki nagyon hálás volt sündisznó néninek. De ingyen adta, vagy pénzért? Ne, hát nem. Olyan barátságos kérdés. Harca volt szerintem. Az nem biztos, üzleti alapokon. Nyugtát nem adott. Ez egy mese volt erre, nem igen, is emlékszem. Igen, vagy a Gőgös Gunár Gedeonban volt benne, vagy pedig a melyik volt a másik, az ablakzsiráf. Ablakzsiráfban volt mese, és csak hogy mert emlékszem. Nem volt. Az csak az ablakzsiráf, akkor nem. Nem, azért az a könyv, szerintem... az könyv nem volt. Vagy a mosom a samosodája. Na most ez a kettő jöhet szóval. Vagy a mosom a samosodája, vagy a Gőgös Gunár Gedeon, de szerintem inkább a Gőgös Gunár Gedeon. Na, mit szóltam? Megnézem a filmet. Én imádtam. Volt, amikor például a csóka, meg a cica beszabadultak a pincébe, és csapra verték a hordókat, meg megettek mindent, az is nagyon tetszett. De ez neked gyerekkorodból megvan. De megmaradt, te megmaradt. Emlékszel ilyenekre? Mesélye, igen, ez így konkrétan nincs meg. Nekem az illusztrációk nagyon megmaradtak, én nagyon szeretem gyerekkoromban rajzolni, és valószínűleg ezért is voltam nagyon érzékeny ezekre a rajzokra. Például megmaradt bennem egy kép, szerintem pont a csókás cicás mesében volt, vagy az volt illusztrálva bele, egy tál mákos rétes volt rajta. És az annyira megmaradt nekem, hogyha mindig mákos rétesre gondolok, mindig az ugrik be, mert annyira guszta volt, annyira jól nézett ki, hogy és a cica megette a mákos rétest? Mit? Cica megette a mákos? Azok mindent felzabáltak, aha, mindent megettek. Aztán rajta kapták őket, hogy fél részegen bent heverésznek a pincébe. Hedonista állatok. Igen, tudtak élni. Mert erre nem emlékszem, erre mesél. A nagy klasszikusokra emlékszem arra nyilván, de egyébként ilyenekre nekem egy sincs meg ilyenből. Már fejben. Egy csomó BL-meccs volt tegnap, néztétek valamit? Nem, valaki semmi. Nézett, valami? Én sem. Ami nem nagyon nézünk focit. Nem. Hát pedig tegnap BL-ked volt már, ugye? És nem tudok semmilyen eredményt. Nem, mit egyébként érdekelne, csak... És benn vagyunk mi magyarok? Tessék? Benn vagyunk. Ámá, hogy értem? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem még abban sem vagyok biztos, hogy magyar játékos most lenne a BL-ben. A BL-ben? Érdekelt. Azt tudom, hogy játszott a Real. Azt tudom. Na.
Siót? Ne, semmi. Tulajdonképpen ezt most engedjük el. Tulajdonképpen ennyi, nagy bajba kevertem ezzel magunkat, igen. Csak kérdezem, hogy hát, ha belenézzetek. Tököt sütött. Nem is gesztenyét, tököt sütött. Köszi Gábor. Sündisznó néni tököt sütött. Így van. És azt hiszem, hogy korcsolyáztak is mellette a befagyott tavon az állatok. Nincs ebben nyílni. Fantasztikus. Viszi beleélted magad. Nekem is van, úgyhogy rátrippelek egy-egy dologra, és akkor ott nagyon megyek rajta. És leszettek azok a részletek. És leszettek a tripről, most segítek neked lejönni, ebben negyed ennyi nincs. Tehát már ti is segítetek nekem, hogy jöjjek le néhány dologra, amikor 10 percig ugyanarról beszélek, most én is veled vagyok, és visszarántalak, hogy nincs, jó. Ebben negyed ennyi nincs, mint amelyet beletettél már itt 10 percet. Mert te sem vagytok az országban, Gábor és te. Igen, rohadt nagyon sűrűztom, mit csinált, és mit sütött 40 évvel ezelőtt fekete-fehér rajzfilmben, érted, gyerekkorodban 7 évesen. Emlékszem, hogy a csóka meg a cicak közül az egyik mindig azt mondta, hogy csak csendben, a másik pedig az, hogy cicakban. Nem tudlak erről leszedni. Igen, na mindegy. Szóval... Én, te, ő, mi, ti, ők. Mi volt? Én, te, ő, mi, ti, ők, az a játékos formában tanítottam meg a magyar helyesírásnak a szabályait a gyerekeknek. És az is nagyon jó volt. A kedvencem benne Kelek kótya volt. Talán erre még egyébként emlékszem is. És ő rosszul írt helyesen? Ja, ő tök hülye volt, ő benne minden fordítva volt. Tehát, hogy kérdeztél tőle valamit, és pont az ellenkezőjét mondta. Vagy az ellentetjét inkább. Aha, de és hogyha te ezt nem tudtad, akkor azt tanultad meg. Igen. Nehéz ügy. Egyébként most új tanítási módszer van, jut eszembe itt a helyes írásról. A helyes mondás, ti hogy mondtátok annak idején a mással hangzókat? P, N, ja, ugye? Tényleg. És képzeld, hogy mit kell mondani? Hogy tanítják őket olvasni most. Igen. És mondom a gyereknek, hülye vagy fiam? Aha, így is kell. Csak keményen. Mondom, hülye vagy gyerek, ezt nem így mondjuk. De apa, ezt így kell mondani. B. Hát de mondom, hogy nincs B vagy P, nem is érted. B vagy P, akkor érted. És azért, hogy állítólag majd olvasásnak könnyebben összeálljon. De hülyeség, hogy B-t mondasz, mert miért B, amikor itt a Balázs használsz. Mert ejtést könnyítő magáhangzó van vele. Na, én azt értem, de hogy logikusabb egyébként ez a rendszer. Hogy nem zavard össze a gyereket, hogy a K az nem K, mert a kukánál pedig csak K. Kauka? Kauka. Hozd ki a kaukát. Megmondtam neked százszor, vitt ki a kaukát. Megértetted, büdös fölök. Szóval egyébként egyszerűbb így. Igen, miért tanzik, csak egyszerű. Igen, de tanultál valamit annak idején, ugye, és azóta is mi így betűzünk, hogy K, meg P, meg B, meg Z, és akkor most jön a gyerek, és mondja, hogy apa, igen, ez egy maradi öreg izé vagy. De durva. Mert ezt nem így kell. Aztán elnéztem az órára, és mondta, hogy meg már fél tíz van, feküdjetek már alul. Igen. De az iskolától milyen fekvés van? 4:45, 8:30. Yes. Komolyan? Hát Istenem, hát akkor már iskola. Annyira kivannak, hogy például tegnap ugye suli volt. Soma is? Soma is, de ő is korábban iskola kell. Iskola szindrómában szemben? Igen, ő már akarna menni, de még nem engedjük. Nem, hogy ő is korán kell, ugye, mert el kell vinni a panyeszt is. Én itt vagyok, tehát anyáé az egész történet. A Pannát is el kell vinni, meg a Somát is, tehát korán kellnek. Van még egy edzés utána tegnap, 4:45. Így már a mese felénél az volt, mondom, hogy jó, yes, megtakarítottunk egy fél mesét. Ugye, amikor hosszabbá válik az estéről a gyerek, korábban elalszik. Úgy érzed, hogy kicsit visszakaptad az életedet, mert nem fél tízkor alszik el, csak 3:49-kor. Nem? Bizony. Azt érzed, hogy de jó, 11-ig még van másfél óra. Ami csak az egyik, vagy csak van, nyugi van, alszanak, hát Isten. Mekkora ajándék. Téli lakoma volt a sütőtökös mesének, hogy köszi Tibor. Na, akkor csak segítek, hogy mit innak hallgatok, jó? Morgan, jó a téma, Jani, dobhatod a százat. Ja, ez nem az én reszeszom. Azt mondja, hogy... Egyszer-egyszer azért te is belefuthatsz, nem csak én mindig. Igen, nagyon jó a téma, igen, Feri dobj egy százast Jani helyett. Várjál. Igen, tehát, hogy ez a helyzet. Na, ez rossz téma volt, Jani, ezért Feri dobja a százat. Igen, adom. Ezért Feri dobjon be azonnal egy százat. Dobok 200-et, és akkor még egyet nyomhatsz. Jó. Na, nézzük meg, mivel foglalkoztunk tegnap, mielőtt belevágnánk jobban a ma reggelben. Jó időjárással, közlekedéssel, mindennel együtt. Círmos és csóri. Kiderült, mi az, hogy Jani csajozása? Hát ez maximum a Feri sztoria lehetett, volt, igen. Amikor szórólapot talált a kocsiján, de nem vett észre, hogy milyen szórólap, és aztán a béka megtalálta. Nem tegnap mesélted el, hogy a profiloddal valaki csajozik? Ja, az. Hoppá. Megvan, jó van. Azt hittem, már Feri már annyira bánja, hogy behozta témát, hogy már itt is. Már rám kell. Annyira jó volt a téma, tudod? Annyira jó volt a téma, hogy. Igen, akkor. Tehát a Jani álprofiljának a csajozása, így van, amikor kiderült, hogy a te profiloddal csajoznak. Valaki. Valaki a Jani Facebook profiljával csajozott, és kicsit helyre kellett tennünk az illetőt, helyre kellett tenni a dolgot, mert
főleg, hogy egy kiskor... ez tarthatat, hogy egy kiskorúnak kirogatnak a terevet. Egy kiskorú irányába indult meg az illető, azért... Érted. Igen. Úgyhogy jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, mutatjuk velünk, mi történt, aztán jövünk vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, meleg van, jó idő van, és marad is így, ahogy hallottam. Ákosnál egészen szombatig vagy vasárnapig jó idő lesz. Úgyhogy még van egy pár napunk a nyárból. Király! Az utolsó próbálkozások. Már a részünkről, vagy a nyár részéről? A nyár részéről. Tegnap még egyszer ki lehetett ülni az erkére, olyan idő volt. Nem egészen ki. Addig, amíg nem szakadt az eső. Nem ültem ki, kivittem a szemetet, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne. Igen, de jó lehet azok az embereknek, akik ki tudnak ülni ilyenkor a teraszra. Nem is a szemetet vittem ki, kimentem valamiért a kocsiba, a gyereknek a Viki kocsijába maradt néhány dolog, és kimentem egy kis boxer alsóba, és arra gondoltam, hogy de jó azoknak, akiknek nem kell ennyire korán kell, hogy még este 10-kor egy jobb óra ki tudnak ülni a teraszra, kicsit beszélgetni, üldögélni. Mert hogy baromi jó idő volt, tényleg olyan meleg volt, mint amikor tényleg augusztusban a legnagyobb kánikulában, hogy este 11-kor, mondom, kimész az erkére, és ugyanilyen idő van, mint délután 4-kor. És aztán elmormoltam egy ilyen halk búcsúimát, a nyártól elköszöntem, mert hogy ezek tényleg az utolsó sugarak. Tehát, próbáld meg ma este. Ma 9-től. Este? 9-től 9 óra 2-ig. Az a baj, hogy nálunk ilyen 3-4-10-kor van csend. 3-4-10-kor csendesedik el a ház a gyerek zsivajtól, a Noel kicsit előbb. De Benny azért, ha jó formában van, és nincs annyira lefáradva, akkor azért 2:30-3:40. Most utána, tudod, már azért ilyen sietős az este. Aha. Hát egy nincs, akkor nincs ilyen 3-5 perc. Csak hogy kóstolj bele. 10:10-kor úgy ájulok bele az ágyba, hogy nem alszom délután, most már azért elég hosszú ideje. Vagy csak nagyon ritkán. És emiatt nem hosszúak az esték. Pedig milyen szép is lenne. Figyelj csak úgy, hogy tudjál róla beszélni, hogy tulajdonképpen megtörtént. Az, igen, hogy most mennyi idő alatt történt meg, az mindegy. Kimész... Igen. Most tudod, hogy ennyi. Ne, azért azt meghagytam magamnak, hogy felbontottam a kedvenc kis jégkrémemet. Leültem, amíg Viki csinálta az adását, tehát odaültem el, és megettem a felét. Tehát, hogy azért már én is kezdek tényleg robban. Mikor ettél a jégkrémet? Én is jégkrémet. Tegnap fagyit ettem. Ó, együtt fagyiztam. Lehet, hogy együtt fagyiztam. Megmondom neked, Benyám 9:30-kor aludt el, és azt mondtam, most megérdemlem. Na most eljött a pillanat. És lementem, és akkor ott 9:30 körül jégkrémeztem 3-4-10-ig. Az én kis jégkrém márkámmal, amit nagyon szeretek. Kis sűrű kis dobozban van. De nem adtál tömény, Vikinek. Hogy... Tessék? Vikinek nem adtál. Nem kért. Ő nem annyira. Nem kért. Kérsz, hanem? Igen? Semmi. Kérsz, hanem? Hát nem. Hát én így kínálok. Úgyhogy annak megettem a felét, és akkor az úgy egy kicsit jól esett. Egy kis lelki... Lelki segítség, az jól jön. Én nem? Citromszorbét ettem. Na, az de gyűlölöm. Fúj, tudom, ilyen ovális dobozban van az. Igen, legalább mindig lehet kapni. Fúj, a 150 forintos ilyen tele minden szarra, bocsánat. Én azt olvastam, azt láttam. Viki egyszer tévedésbe vett egyet. Hát, ha vettél már igazán szart, akkor az. Én elég sűrűn eszek ilyen szart. Jézus Mária, hogy bírod meg? Merimádó állam. Hogy bírod meg enni? Úristen. Citrom, lime, szorbé ez az. Atya Isten, se citromot, se lime-ot nem látom. Soha egy citrom aroma, lime aroma, brutál durva. De azt szereti, látod, ennyi. Ja. Ezért szép a világ, mindenki jut belőle. Ettem volna én rétest is, mert nagyon szeretem a rétest. Eljött eszembe, én is ettem 2-t, te is ettél 2-t, Kiskelemen Zakariás evett 12-t, ez a Süt a Mama című vers. Nézzük meg, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt. Hello, Eszter. Hello, Eszter. Kivel szeretné játszani, Eszter? Balázs, veled. Ó, ez igazán jól hangzik. Akkor minden más majd a játékban tudunk meg rólad, jó? Persze. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, fire. Itt vagyok, figyelek. Kérdeznél? Kérdezek én? Kérdezel te? Én szeretnék. Azt szeretném kérdezni, hogy van olyan játék, aminek az elején rá szoktál kérdezni a névre. Ilyenkor rosszul hallasz. Melyik névre? Hogy kit hogy hívnak? Arra? Igen. Aha, igen. Meg is vagyunk. Ennyi? Eszter. Ennyi? Hát ennyi. Hát meg se erőltettem magam, még vele sem melegettem, még félig csuka volt az egyik szemem.
Eszter, mi történt? De nem is tudtuk meg, hogy honnan hívsz minket, mivel foglalkozol, semmit. Semmit. Honnan hívtál minket? Miskolcról. Pont van reggel hallottam, hogy elhagyom a várost. Itt hagyok mindent, hogy Miskolc adhatom. Én reggel végig szörfölök a rádiókon, hogy ki kezdett már, kinél mi van. És ez volt, hogy elhagyom, itt hagyok, mindent itt hagyok, mint Miskolc adhatat. Igen, holnap indulok. Holnap indulok, igen. Eszter, szereted az Eddát? Hát anyukám igen, de én nem. Hát ez már az ő korosztály egyébként. Ez már az ő korosztály. Ja, egy picit ezért nem szeretik a gyerekek. Hát igen, anyám, mert hogy anya meg apám kedvenc, hagyjám. Igen, nálunk is bizottságot hallgatott mindig apám, hát azért az erős volt. Hát, nem is szerettem meg a bizottságot. Még jobban jártam, mert az enyém kadlott karcsit, és Horváth Pistát is hallgatott. Na, Eszter, hát egy rövid játék után. Keveset tudtunk meg róla, de maradjon személyed titok majd legközelebb többet, jó? Persze. Puszi, köszi a játékot. Hello. Na végre, 1-1. 2-1. 2-1 jövünk. Vittek eddig a hallgatók. Jövünk föl. Ez egy nagyon fontos győzelem volt. 2-1. Alakulunk, jó van. Hétfőket terelés. Hétfőket altatás, terelés, némi önbizalomadás a hallgatóknak. Szerda, csütörtök, péntek. Egyszerű számtannal matekkal helyre tesszük az erőviszonyokat. És rendezzük sorainkat. Hát ez még két győzelem kell. Na, Ákos, én újra a hírekkel, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, 6 perc van, 7 óra, jó reggelt mindenkinek, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket besatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, itt a Klassz FM-en. A betyárját, de jó volt ez! A Green Day, gyerekek, hát egy oda vágott. Kis Green Day, American Idiot. Így van, erre lehet fölébredni reggel. Én mindig mondom, és majd felírjuk valahova, hogy reggel kell a rockzene, muszáj, egyszerűen muszáj. Tényleg is, ez az én számból olyan, mintha nem is tudom, eretnekség, hiszen azért, bár egyébként szeretem is a rockzenét, ez csak inkább egy image. Azért így a műsorban, hogy én vagyok, aki írtam, de erre lehet fölébredni. Erre lehet. Ettől nyomod a gázt, ettől sikerül dobva a fogadat, ettől pisilsz nagyobb sugárba, ettől... nem gondolta volt, hogy ettől jobban jön. Ettől köpöd messzebbre a szájvizet. Hogy alul megnyomom. Igen. Jobban megy a fültisztító pálcikával, a fültörlés, a gyereknek jobban csomagolod gyorsabban az uzsiát, elkapod az asszonyt, ha még úgy akarja reggel, mielőtt elmentek együtt munkába. Hát egyszerűen ez olyan, mint egy vérátömlesztés. Egy gyors pogó még mielőtt beszálltok az autóba. Rácsapsz a fenekét. Igen, gondolom, erre gondoltál. Úgyhogy, igen, hát ez egyszerűen. Ez kell. De jó, hogy annak idején behoztam. Ez kell. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink 7 óra múlt 9 percem. És... Vannak friss közlekedési híreink. Ha nem haragszotok, el is mondom. Parancsolj! Ha már alig várjuk. Csendbe is leszünk addig. Rajta! M3-os Miskolcig jó járható, baleset és hatóságmentes. Le vagyok tiltva, srácok? Pisti küldte nekünk. Pisti, ha normálisat írt, akkor nem. Ha olyat írsz, akkor bizony az megtörtént. Igen, de ma reggel jól viselkedtél. Légy olvasátok, egy Nyíregyházán áll a Nagy Tesco-nál kóborol egy német juhász keverék kutus, kék vagy szürke nyakkörvel, nagyon sovány, a parkolóban adnak neki enni a járókelők, valószínűleg tanították, mert parancsra leül, ha valakinek hiányzik, arra felé keresse. Na, hát igen, most ezt nem szoktuk beolvasni ilyeneket, de most akkor a kutyának kedveztünk egy picit, hát ha tudunk vele segíteni. Okay, nem szeretnénk az állatokat, csak ebből egy napja 50 darab jön. És kutyákat, és macskákat, és ellopott tárcákat, laptopokat, és autókat kereshetnénk egész nap. Ezért nem szoktuk beolvasni. Kamion az árokban a dabasi kihajtó előtt Szeged felé, ezt Ede küldte nekünk. M7-esen Kanizsa felé, az 51-esnél a bokrok mögött mérnek a rend éber őrei. Monchi Bello. Milyen jó név. Monchi Bello. Monchi Bello. Monchi Bello. Mónika. Monchi Bello. Monchi Bello írta nekünk. Köszönjük. Már mérnek a rendőrök Balaton felé az M7-esen. Így van. A Pákozdi pihenőnél. Ezt olvastam az előbb csak úgy akkor, hogy 51-es kilométer, de szerintem ugyanaz. És a dabasi kihajtó előtt Szeged felé kamion az árokban, ezt Ede küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy üvöltöttem a zuhany alatt. Jesszusom, mi történt veletek? Green Day, Pussy Kinga. Erre a számra edzeni elképesztő. Ez Dávid. A tenisz. Nem, már 7-kor a pályán Dávid is zenére. Ezért vagytok a kedvenc rádióm, és reggeli műsorom, egy jó Green Day-re kelni veletek nincs is jobb. Isten áldja a zenei szerkesztőt.
Szép napot, Csabi küldte nekünk. Azt mondja, hogy Jana, a szeptember 18 Machine Head, jössz, Jani? Nem, képzeljétek el, hogy elkelt minden jegy, és nem tudok elmenni, az egyik kedvenc zenekaromról van szó, és nem vagyok ott. A Slayer klipet meg már láttam, jó jön az új album. Hol lesz ez, hogy tele van? A Barban. Jó, tehát nem ilyen. Barba, tehát nem ilyen nagy helyen lesz, hanem egy picit kisebben. De egyébként már úgyis mindegy, mert hogy már nincs egy jegyük. Jó, ráfaragtam. Hány? Kettőke? Mi? Kettőke? Négy. Jó. Nyolc. Nem, a francokat nem. Mert lehet még, lehet még meglátjuk. Szóval jön a Slayer, hogy ki ezek? Ne, a Machine Head. A Slayernek új albuma van, és nagyon jó. Igen? Hát ez a szeptember, ez egyébként a rockerek számára. Ez a egy örömünnep tényleg. Tehát, hogy egyik jó album másik után. Five Fingers, Death Punch, Disturbed, Slayer, minden van. Fú, nagyon jó. Nagyon jó. A popzene kedvelői most azért kapkodják a fejüket. Én nagyon-nagyon várom mindegyiket. Leginkább a Slayert is. Ne. Olyan mindegyiket nagyon várom. Majd hozd be a Jani. Nem. Ne, Léci, ne mondjál triviálisakat. Olyat mondjál, amivel megleped az embereket, hogy ne figyelj. Én nem hittem volna, hogy a Balázs ismeri a Dimmu Borgirt. Tehát, hogy olyat mondjál be, tényleg, amire az emberek így rácsodálkoznak. Tehát Slayer, Metallica, Iron Maiden, mindenki ismeri ezeket a neveket. Tanulj meg például, olyat. Így van. Esetleg egy album, így vagy van. Egy tag neve, és akkor írtózatos nagy van. Hát, jó, ez a legutóbbi Kill Switch Engage, ez nem jött be. Tehát mondja ilyeneket. Jó, majd keresek. Kill Switch Engage. Norvég black metal zenekarokat megnézek, és akkor mondok csak egy mondat, ha már ilyen koncerthelyszínt említettél, hogy annyira tipikusan magyarok vagyunk megint, tudjátok, hogy zár a Pecsa. Igen. A Petőfi csarnok, ugye hosszú évtizedek. Nem is minden, nem baj, de nagyon sokat jártunk oda koncertre, te Toton voltál, egy csomó mindent, tehát azért ez egy kultikus hely. Toton Kotunyon, valóban nem kár érte, kitalálták, hogy ugye legyen az akkor, hogy azt hiszem 30 évvel ezelőtt nyitott, akkor egy Kártágó volt, és csinálnak egy 4 napos bulit, ahol az összes ma még élő nagy zenész, aki ott valaha föllépett, az föllép Kártágó a vége, 4 napon keresztül rockünnep Pecsa. Mi történik? Ezt nem tudják megcsinálni bent, hanem kint lesz a Pecsa előtti téren, mert a Pecsa tulajdonosa vagy mostani üzemeltetője azt mondta, hogy 8 millióért odaadja üresen a Petőfi csarnokot, és mondták, hogy de hát hogy érted, az csak az hát, épület, oda kell még technika, meg hát azért mégis, és most megy a címbálás, hogy az öreg rockerek, Billy bácsi, Nagyferói kint nagyon a téren fognak zenélni, és állítólag a Pecsa már ellen bulit szervez, hogy bent is legyen egy bulit. De hogy ez is megint miért, hogy még gyorsan, még utoljára, még szakítok egy emberesen. Klasszik magyar sztori egyébként, nem? Igen, klasszik. Annyira klasszik. Érted, hogy nem lehetne azt mondani, hogy gyerekek úgyis lebontják az egészet, tehát írmagja sem marad a dolognak. Csináljuk már meg, hogy akkor utoljára 4 napon nyitva van a kapu, jöjjön be mindenki, aki valaha ott volt, ha bírt szeretel. De ha mindenki kint lép föl, akkor ki lesz bent? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy milyen zenekarokat fognak betenni. Momo, DJ Bobo és Sugar Merci. Tehát kibúcsúztál az összes nagy klasszikus, kint lesz, nem? Ki van bent akkor? Kint hívsz meg bentre? Ha mindenki kint akar zenélni a nagy öregek között. Nagyon jó. Akkor lesz egy ilyen Modern Talking Tribute, meg... Ja, igény van. Guns N' Roses Tribute, meg Kiss, ilyen Forever Band. Nem, a nagy időkre való tekintetben Old Boys Club. Ők is jártak oda. Igen, nagyon sokáig egyébként. Igen. Old Boys Club. De tudod, mi lesz a vége? Mert az is egy tipikus magyarországi szokott lenni, hogy addig húzakodnak egymással, amíg már nem tudja megszervezni, és tök üres lesz, nem lesz benne semmilyen rendezvény aznap. Tehát, hogy azt is elbukja, amit egyébként adtak volna érte, azt a lovét, meg azt is, amit ő beleképzelt, hogy na majd ő még kihozza belőle az utolsó koncertet. Szóval a vége ez lesz. Nem lesz egy ilyen robbantó munkás fog csak bolyongani a Easy színfalak mögött, még az utolsó gyutacsot eljelejezi. És felrobbantja az egészet, hogy semmi nem lesz belőle, és úgy fog eltűnni valószínűleg, hogy nem lesz buli. És mi lesz utána? Tehát, hát lesz a rendezési terv szerint, hát persze. Látok én abba bele, nem tudom, hogy mi van ott. Szép új liget. De sok minden eltűnik egyébként a ligetből. De állítólag sok új épület lesz majd helyette. Sok-sok új szépség. Igen, azt nem tudom például, hogy a Petőfi csarnokot is miért nem lehet megcsinálni. Tehát tehát hogy érted, az annyira hozzátartozik a ligethez, hogy mész a Pecsába koncertre. De a szép szerinted az az épület? Nem szép az épület, de csomó helyen meg lehetett azt csinálni. Petőfi csarnok legalább akkor a tévedés így építészetileg, mint mondjuk a Lehel csarnok.
De a Pompidou központ se szép, érdekes, az mégis ott áll Párizs közepén, érted? Hát most, és az emberek megszerették. Vagy annó az Eiffel-tornyot is le akarták bontatni a párizsiak. Igen. Hát ez csak egy világjelentésre épült. És azt mondták, hogy nagyon csúnya, nem is kell oda, és bontsuk le. Tehát, hogy azért 30 éve az ott van, egy kicsit meg lehetne moderníteni, vagy nem tudom. Na, ott van ronda, ugye. Ott van ronda, hát. Az a baj, az egyszerűbb lebontani és elhordani, mint ezt felújítani, és valami szépen felhúzni a helyre. Tehát az... Hát most ott voltam Totón, hát az... Szerintem a zenészek 10 percig kijöttek a színpadra, és úgy zenéltek, hogy közben egy körbenéztek. Leesik. Atya Isten, Jézus Isten, mi ez a retro buli, hol vagyok? Rám lesz szakadjon a színpad, tudod. Gyorsan megyük, mielőtt felújtják a villany. Nem fog tudni a... Kongrendezem, ők nem hitték el, hogy hol, nem hitték el, hogy hol vannak. Na mindegy. Mondtad, hogy van egy sztori. Igen, itt van nálam. Vagy ez volt? Nálunk. Nem, csak ez rólad jutott eszembe. Illetve a tesztori hogy hátulról jutott eszembe. Az is. Nem is csodáló, legrendelsőnök is munkanyag keresztek. Igen. Kicsit túl gondoltuk ezt a részét. Itt van nálunk édesanyám, aki ugye nagymama pozícióban van most jelen. Ő új kigyósíson lakik, mi már nagyon ritkán tudunk csókoltatjuk így elmenni. Csókoltatjuk a mamát. Én is kezdi csókoltatom Mariskát. Most hallgatni nem minket. Még alszik. Akkor valaki rázza föl, adjuk át neki. Biztos, hogy jól esik. Én 10 után átadom, hogy két gyerek mellett azért ő ilyenkor sokáig tud aludni. És ugye nagymama szolgálat van, és ennek egy csomó gyönyörű hozadéka, hogy mesét olvas, játszik a gyerekekkel, meg akár micsoda. És arra gondoltam, hogy valahogy sűríteni kéne ezt a dolgot, mert ő nem tud már sűrű jönni, most mondjuk itt van egy hétig, két hétig, aztán majd karácsony közben hazajutunk, és elkezdtem keresgélni az interneten. Te szeptember után karácsony, értem én, aha, jól csináljátok. Aha, hát egyre szeptemberig itt van egy kicsit, aztán karácsony, húsvét, megint jön majd nyáron. Ne, jó, így kell, a békés együttélés lényege az, hogy keveset vannak ott az ősök. Nem lesznek össze a békával, érted? Úgy szeretik egymást ezen a két héten öröm nézni. Jó, hát de tudják, hogy karácsonykor találkoznak úgy is, hogy túl lehet. Jól csinálját. És akkor be akarod sűrű. Nálam. Ezzel azt érted, hogy most akkor kimosatod vele a függönyt, letakarítod vele az ablakot, egész évre kivassal, kimos. Nem tudok vele mit csinálni, pörög. Leveszi a karácsonyi étkészletet, elmossa, tudod, a fenyőfát lefújja. Megcsinálja a beiglit. Karácsonykor nem ő jön. Ja, nem. Mi megyünk, mert akkor gyorsabban el tudunk jönni. Jól el lehet jönni. Mindig menni kell, hogy el tudjál jönni. Nagy igazság, nagy igazság. Szóval elkezdtem keresgélni, hogy mit lehet kitalálni. Hát egyrészt az ő költöztetése, de az még várat magára, mert nem tudjuk, hogy mozdul-e a mama így 76 évesen, vagy nem. És rájöttem, hogy egy nagyon jó szolgáltatás indult be Franciaországban. Ez a neve tök egyszerűen Bérej nagymamát. Nagymamát lehet bérelni? Igen. Nagyon jó. Azon családok, akiknél messze lakik a nagymama, mint például nálunk, külföldön él a nagymama, vagy esetlegesen már ugye nem él szegény, akkor van egy ilyen pótló lehetőség, aki hát gyakorlatilag mindenben ugyanúgy működik, mint a saját nagymamád. Nagyinak kell szólítani. Nem szólíthatod úgy, hogy ki ez a néni, hanem igen? Amikor megérkezik, akkor már oda kell ugrani az ölébe, és azt kell mondani, hogy szia, nagyi. És vannak nagypapák is. Na jó, de nézzük meg, hogy néz ki ez akkor a gyakorlatban. Tehát a gyereknek mondjuk nincs nagymamája. Tehát nem egy adult szolgáltatásról van. De igen, nem egy felnőtt szolgáltatás, mert tényleg valójában gyerek szolgáltatás. Miért kellett el? De hogy jutottunk el egy perc alatt? Nem tudod, minden? Azt mondom neki, hogy tegnap egy hajlód, abba is belelátja. Tehát tegnap elmentem egy építkezés mellett, a Janiából 10 másodpercemből elkerül oda, hogy valahogy valaki vagy szexelt azon az építkezésen, vagy te akartál. Tehát mindenből ide jutunk el. De. Na. Ez most egy gyerekes téma. Szóval. Fölhívom én ezt a nagymama kölcsönző céget. Kinézek egy viszonylag szimpatikus nagyit. Igen. A katalógusból. A katalógusból. Ott van, hogy mit vállal, mit szeret, mennyi ez, mennyi az. Gondolom, le van írva. Igen. Nem, hogy sütés, ennyi főzés, annyi baracklekvár eltevés, ennyi stb. Tényleg ilyen, hogy... Gondolom, hogy van, mit tud a nagyi? Hogy izé, hogy rétesben mondjuk csillagos ötös, igen. Hogy hívják madártejbe kettes. Igen, kötni tud-e, rárak a tűzre, ha esetleg kérem, hogy tegyen a tűzre, mit tudom én, főze nekem. Népdalokat dúdol. Én nekem, mit csinál gyereke? Kihívom a nagyit, becsöngetnek, megérkezik egy jól szituált nagymama. És rászólok a gyerekre, hogy mostantól kezdve ő a te nagymamát szólítsd nagyinak. Szólítsd nagyinak. De a gyerek ott áll az ajtóba, és azt mondja, hogy ki ez a néni. Nem fogja ezt mondani, hogy ki ez a néni, mert ahogy kinyitjátok az ajtót, megjöttem, itt a mama, ki az pusit a nagymamának. Hát így kell. A gyerekem elmenekül, és nem jön elő egy napig. De ezt ő nem. Erre a Beni lázadva elrohanna, és elbújna valahol, és nem jön el. Tehát én tudom, hogy a nagymamát én béreltem. Meg tudom, hogy az egy jó dolog, mert az embernek volt, meg van nagymamája. Na de, a gyereknek én hogy mondom el, hogy mostantól kezdve ő a nagyi? Nem.
Ez olyan, sütöm mint... neked palacsintát, gyere az asztalhoz, rontom, mondtam, hát hogy érteted meg a gyerekkel, hogy szeretni kell a nagyit? Abban a pillanatban, nem egy percig sem és szabad egyébként a... messze. És ki, hol miért nem találkoztunk? Néni, és hol lakott egyik a harmadik nagymamám? De valószínűleg úgy kell csinálni, mert mikor tudod, eddig? Hogy a jövő hétre már megrendelted a nagymamát, akkor elkezded felkészíteni a gyereket. Hamisítok régi családi fényképeket, és oda montírozom a nénit magam mellé. Nézd, apádat, hanem. Az csak rá van ragasztva. Dehogyis, nem, csak régi a fotó is már szétszakadt. Tehát hogy teszek bele érzelmi töltetet? Engem az érdekel, mert oké, hogy megcsinálja a palacsintát minden, de a nagymamáknak van egy érzelmi töltete. Kinyeztetik, puszilgatják, szeretgetik, az ölébe hát ültetik, benne van a pénz, kötögetnek neki, mesélnek. Na most nekem, ha a Benite megpróbálod az öletbe ültetni vadidegenként, akkor szíjat hasít a hátadból. De azért ott, mondom, hogy neked vége van. Tehát ott nem ültetett nincs be az jó öletbe. Napot kívánok. Ez a lényeg az egésznek. Kinyílik az ölet, és nincs jó napot kívánok, picit késett, örülök, hogy ideért végre valahára. Nincs magázódás. Nincs magázódás. Szia, Rani, kinyílik az ajtó. Na ki van itt? És akkor, hogy a Beni néz, hogy ez meg ki a bügyös. Ebben a pillanatban azt mondod, hogy hát a mama! Igen, neki szaladok az ölébe, ugrom. Így van, átöleled, de egy tízes begyűrsz már rögtön az otthonkájának, és végig jól tetszik csinálni nagyon. Mert jó szereti a puszilgatját. Így van, negyel az össze az hatát. Nem szereti. Majd utána végignézem, hogy lehajol a gyereket, és elkezdi a mutatójával, meg a középsúlyával befogni a kis arcot, kalapot, darabot. Meg a kis száját. Megrángatja a gyerekemet? Ez a majd leadom a rendelést, hogy mit szeret a gyerek, hogy a gyerekhez... Van, anyád első házasságám. Igen, anyád egyszer mellé nézett, és hát most mindegy. Leadom a nagyinak, hogy mit szeret a gyerek, mert a gyerekhez a hasán keresztül vezet az út, megsugom a nagyinak, hogy mit főzön. Mi van, ha nagyi bűr rosszul főz, és hoz nekem egy ilyen kinyúlt tésztájú, rosszul ízesített, rohadt mazsolás, ilyen száradt ronda a tűnös palacsinta. Nem, hogy tesztel el, a nagyi jól főz. A nagyi mindig jól főz. Az úgy fog működni, mint abban a gyümölcsleves reklámban, amikor a családfő elfordul, hogy ne lássák a gyerekek, hogy elfogyott otthon a friss narancs, és egy dobozt feltép, és abból önti ki. A mama már hozza magával dobozba előre lefőzve az ételeket. Vagy megfőzi a Viki, mondja, és odaadja a nagyinak. Igen, hogy ez biztos szereti a Beni. Maga főzte. Na, Beni, mi a kedvenc ételed? A brassói apró pecs. Már kész is! Kopecska! Milyen nagymama vagyok? Na, kit szeret a Beni? A nénit. Nem mond nekem azt, hogy a néni. Így. És meddig marad? Ott alszik? Hát amíg akarod. Amíg bérelve van. Lesz egy eszkort nagyim. Így van, és lehet olyat is, hogy eszkort, ott is alszik. Hát az eszkort nagyi. Hát jövök, eszkort megyek, megjelenek a nagyim, eszkort nagyim. Tényleg. Hát bérelek egy nagyit, az eszkort nagyi. Csak ugye hát a szó jó értelmében. Eszkortozom. Mit csinálsz? Én eszkortozom aranyom. Ki lehet bérelni? Van egy eszkort nagyi. Így van, hatra. Kéred este. Hatra egy kicsit együtt vagytok, hogy ugye összedolgozódjon a család, hogy ne érezze magát rosszul. És 8-kor azt tudod mondani, hogy gyere, Viki, jó. Elmegyünk moziba. Aha. És ott hagyom egy vadidegen nagyira. Nem vadidegen, hát ő a nagymamája. Csak moziba, majd én maradok a gyereket, ott a gyerek így úgy, Jézus Isten. Na, hát hogy szórakoztatok, mi jöttök az is kérdezitek, hogy a nagymamát nem sok belét. Nagyon jól megnéztük a mamával, nem néni, a mamával az Evil Dead 2. A Mad Max. És a mama megitta a borokat. A Mad Max 4-et a nagyi 10-kor elaludt, még berakta a bolygó neve halált. Aztán a nagyi 10-kor kidőlt, úgyhogy no, aztán még ugráltunk az ágyon egy kicsit. Szóval, ezt így... De nem zavarta a nagyit, mert nem hallottam, mert éppen a makitával furta a szépen. Hát, hogy... Igen, ez is érdekes. Simán bennem napakiban. Miért ezt egy nagyit visszavisz, és csutkára van pakolva a kecó, azért az is kell, hogy nagy egy olyan bűnbandába dolgozik, tudod? Tehát le kell ellenőrizni a nagyi előéletét, ugye? Hát utána kell, gondolom, nyilván a cég garantálja, tehát a cég nyilván, aki közvetítő, garantálja neked, hogy mackós nagyi nem jön. Hát most mondod el, hogy érted, hogy becsöppen hozzátok a repülős gizi. Hát igen, akkor megjön a gizi, tudod? Megyek haza, és órák, ékszerek, laptopok, sehol nincsen semmi. Hol a néni? Milyen néni? Nagymama! Hol a nagymama? És mi van akkor, ha nagyi nem jön be?
másnap éjszaka kicseréltetem, reggelre lefektetek egy másik nagyot ettől a cégtől, és már úgy értem, hogy befektetem az ágyába, hazaküldöm a nagyit, és reggel egy 50 kilóval nehezebb, nagyvádlijú, mit tudom én, fehér kötényes nagyi kijön reggel a konyhába, és gyerek így néz, hogy nekem miért ilyen nagy a füled? Miért ilyen nagy a szád? Kicsit rosszul aludtam, nem így volt az ágy. Igen, tehát akkor lecserélem, és akkor mi ne héten... Akkor egy új simán. Így van. Új nagymama. Egyébként meg lenyomozhatóak, mert úgy van, hogy megadják az eredeti szakmáját is. Sőt, én közben rájöttem, hogy nem csak nagy mamát, hanem nagy papát is tudsz bérelni. Jean-Jacques például Franciaországban, aki 60 éves, ő festő volt. Catherine, ő nagymama 58 éves, és építész tervező volt. Hát azért benne csak megbízhatsz, nem? Hát gondolom, a cég nyilván persze garantálja, hogy jól jön. Jól jön hozzánk. Hát azért ez nagyon kemény. Szerintem tök jó. De hát itt van is van ilyen, hogy nagymama. Tehát ezt már itt is megcsináltak. A nagymama.hu. Nem, és nem nyitottam meg jól az oldalt. Az is szimpatikus, igen, de. Igen. Brutalgranny.com, tudod. Kezicsó. Apunak lesz, vagy a gyereknek a szolgáltatás. Nem, álltok van ilyen. Nagymama. Most már menj rá. Nincs ilyen. Aha. Nincs. Védessük le gyorsan. Na várjál, nagymamát írtam, várjál. Nagymama? Így van. Az első elektronikus számítógép tervezésében... Ez Neumann. Nagymama.hu. Aha. Milyenek a képek? Kezdjük ott. A nagymama.hu egy vidéki és városi emberek életminőségének javítását célul kitűző alapítvány. Jó, ez is szimpatikus, de keres magadnak egy vidéki nagymamát. De várj, keres magadnak egy vidéki nagymamát. Hát akkor ez erről szól. De várj, itt már örökbe fogadhatsz nagymamát. Alapítványunk célja, hogy lehetőséget biztosítson városi gyerekek, szülő családok részéről, hogy az internet segítségével vidékén élő nagymamákat kereshessenek maguknak. Hát akkor ez hasonló, csak a nagyi nem házhoz jön, hanem a nagyi marad vidéken az istáló mellett, és te leviszed a gyereket a vidéki nagymamához. És akkor ott malacon lovagol, tevegel, szamáron. Mit csináltál Benni a hétvégén? Hát a tráját kellett talicskáznom, palántáznom kellett, ki kellett vinnem az állatokat, be kellett hoznom őket a legelőről, reggeltől estig dolgoztam. Igen, a nagymama. A gazdaságban. A nagymama befogja. Itt egyébként tényleg nem mindegy szerintem, hogy milyen előélete volt a nagymamának. Tehát, hogy mivel foglalkozott korábban. Azt azért szerintem jó. Hol tetszett dolgozni, mielőtt nyugdíjban? A büntetés végre hajta. Akkor legalább rend lesz. Nem fog ugrálni a gyerek az ágyon. Az is igaz. De hát ez egyébként maga az ötlet nem rossz, hogy a gyerek tényleg nagymamát kölcsönzöl. Tehát ez nem egy... Nagyon jó. Ez az. Nem egy rossz ötlet, csak ugye a kivitelezés az egy érdekes. Ráadásul, ha a gyermek elkezd kötődni a nagymamához, és én fölhívom tényleg, hogy tessék jönni hétvégén, és a nagyi be van táblázva augusztus végig, mert nagyon jó nagymama, és mindenhol kibérelték. Akkor 3 hónapon keresztül hazudok a gyereknek, hogy hova tűnt a nagymamája? Nem? Hát... Mert a nagyi azt mondja, hogy elnézést, augusztus első vasárnapja az újabb szabad időpontom, és mondjuk június van. Hát akkor nem tudod megmagyarázni a gyereknek, hogy miért nem jön. Nem? Teljesen hát jogos. Igen, vagy miért másik jön. Hát ilyenkor jó, hogyha mit tudom, hogy van 2 órája szabad, akkor beugrik hozzátok. És hoz valami frissen sültet. Hát de az már más, az már túlmutat az üzleti dolgon, ott már megszerették egymást a gyerekkel. De nyilván azt mondod, hogy akkor neked minden szerda, péntek, vasárnap jön a nagyi, kész vagy címentek, eszkort nagyi, be vagy írva évekre előre, és akkor nem lesz gyanús a gyereknek, hogy másik jön. Azért az is jó, amikor ott alszik nálad a nagyi, nem? Igen. Kis mamuszkában picit lecsúszott harisnya az egyik oldalon. A nagyit mondjuk. És kicsit lefektetted a nagyit. Igen. Most beköszönsz neki egy kérány. Mire baj? Ja, jó, hát így. És én vagyok az, aki rosszra van. Gyere be egy kicsit. Én inkább tudom, hogy... A Biki nem fogja megtudni. Mondja ezt nekem az eszkort nagyi. Hát. Feleset. Ez még a kisebbik baj, de mivel akkor tényleg, hogyha aludnál 11-kor, és mindig azt hallod, hogy... Az én nagymamám nem ilyen volt. Nem tudom, milyen emlékeid vannak, hogy neked milyen nagyszüleid voltak. Nekem sose jött ez. Nem ilyenek. Sose jött ez a szobából. Sose jöttek ilyen hangok. Na, keressük meg akkor az ország legcukibb nagyját. Jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha még él a nagyitok, akkor ő miben volt, vagy miben speciális? Tehát mit tudott, vagy mit tud... Mit mesélt a nagypapa? Mit tudott az ország nagymamája, nagypapája? Miben volt speciális? A múlt idő sajnos azért kell, mert a mi generációnknak már ugye hát egyre kevesebb embernél él.
sajnos a nagymamája. Sőt, maga a nagymama intézmény is egyébként 10-20-30 éven belül ugye egyszerűen kimegy a divatból, és vége lesz. Tehát elhal a nagymama intézménye. Ez egy régi idők rendszere a nagymama intézmény. Amikor ugye 20 évesen, 30 évesen szültek a fiatalok. És akkor még az anyukák fiatalon már nagymamák lettek, és segítettek a gyereknek gyereket nevelni. Most 40 évesen csinálsz egy gyereket. Hát itt már nincsen meg az a feeling. Tehát itt mire felnősz, addigra a te szüleid ugye már annyira idősek lesznek, hogy vagy nem akarnak gyerekezni, vagy nem tudnak már, vagy, nem vagy már esetleg nem úgy élnek. Néznek ki, tehát, hogy minél később szülsz, annál kevésbé van nagymamája a gyereknek. Sajnos. Nem? Csinos, vonzó, 40-es nagymamák vannak, nincsen már meg ez a klasszikus nagymamák is, ízével csigahajjal, hajcsavarokkal, STK keretes szemüvegek is. Most csinos, vonzó, 40-es nagymamát mutassál már kettőt nekem, mert azért akkor nagyon korán kellett szülni. Tehát akkor hány évesen szült a gyerek? 16? Csinos, vonzó, 40-es nagymama, ők nagyon gyorsan szültek. Nem, a elviekben lehet. Hát fizikailag kijön, mert 20 évesen szülsz, akkor 20 évesen szültél, és 40 éves vagy, akkor 20 éves a gyereked, és ha ő már szült, de azért a csinos, vonzó, 40-es nagymama, azért... Csak kibírálni. Végül is. Igen. Akkor második házasságám. Kicsit neked a fejedben másfél nagymamát. Csinos, vonzó, 33 éves, nagyon formás nagymama keresi hétvégére gazdáját. Ebből is elérkeztünk ide egyébként. Csinos, vonzó, 40-es nagymama. Van ilyen ritka, viszonylag. Biztos jó. Persze, akkor 50-es. Na, hát az már inkább. Na, úgyhogy írjátok meg, miben spéci, vagy miben volt spéci a ti nagymamátok. Jól mesélt, mesét, az ő barack lekvárja volt a legfinomabb, úgy sütötte a karácsonyi beiglit, ahogy senki. Híja, jól mesélte. Annyi dió híja. Jól mesélte a háborús történeteket. Ez komolyan, tehát ez saját tapasztalat. Tehát az én nagymamám nagyon szeretem. Ugye tavaly halt meg gyerekkorunkban a tesómmal, mi mindig arról meséltettük, hogy milyen volt, amikor a második világháború a Keleti Károly utcába, az utca végén egy orosz tank beállt, ráfordította a lakóházukra a csövét, és nem ott ültek bent, ugye bújtak, és nem tudták, hogy most kilövik őket. Mondtam, menjen át másik ablakhoz, integessen egy zsebkendővel, hogy nem már mit kapjunk belőle. Kilövik őket, vagy nem? És állandóan erről meséltettük, majd meséltettük 56-ról, hogy akkor mit kellett csinálni, hogy menekültek, mi volt Budapesten, és ezt rettenetesen szerettük a tesómmal. Szerencsére a Wehrmachtok sok kiszúrták, ha 88 milissel, hogy befordult a T-34-es. Abba kedve megpirították hátulról egy gránáttal, akkor keresztbe futották, és akkor jöttek a Sztálin orgonák. Ültünk a tesómmal, és szájtátva hallgattuk, ahogy elmesélt, és megmutatta az ő lakása, hogy itt volt az óvóhely, itt bújtak, itt ide kellett lemenni, amikor háború volt, hogy éltek a pincében, de ezeket ő elmesélte, és nagyon jól. Jól mesélt, ezt mindig elmeséltettük vele, hogy milyen volt. Hát a végén a hős szovjetek meg buktát vittünk le. Igen, aztán jöttek, erőszakoskodtak le, de mondtam, hogy a szomszédban vannak aranyórák is, és akkor még átmentek. Ismerted a nagyimat, figyelj, ő egy talpresett asszonyka volt. Na, szóval írjátok meg, hogy miért a ti nagymamátok a legjobb, vagy miért volt a legjobb, miben volt a legjobb. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Meghűlt a telefonom, megőrülök. De ez most már negyedjére csinálja ma reggel. Ébreszt, 7 óra 42-kor. Hát mikor keltem én? 7 óra 42-kor. Hát és nincs is beállítva. Tehát nincs is olyan 7 óra 33, 6 óra 50 van. Aha, lehet, hogy jelzi, hogy még alszol. Ennyire intelligens rá ébredj, Bali. Ez kevés ma reggel. Tedd oda magad. Mit csinálsz? Nem ezért fizetnek. Nem értem. Tehát, mire akarja fölhívni a telefonom a figyelmet? Mi az, hogy ő magától csak úgy ébreszt? Mi ez, ha nem a Skynet öntudatra ébredése? Hát ez... hogy valamire, vagy szólni akar valamire. Jelen? Éhes pisilnie kell? Vigyel nem, ki? Hanem hogy addig, amíg ezt vacakolod, addig nem csinálsz meg valamit, amitől rosszabb lenne neked, nem tudom mi. Tehát szeretet hiányos a telefonom, hogy törődj velem, kis gazdám? Igen, vagy megvéd tőled egy nagyon csúnya balesettől. Tehát, hogy törődj velem, szeretges, vegyél a kezedbe, ringas. Hát ez a nagymamás kérdés, ez kicsit őt is megérintette. Rám úgy néz, mint már a szülő, nagyszülő, dédszülőre egyben, és kicsit vegyem apu a kezébe. Felsírt, mint a gyerek éjszaka, hogy kicsit ringassa. Megszoptatom szívesen. Ez a nagymama, nagypapa, időskor, elmúlás. Eszébe jutott, hogy most nemrégiben jelentették be a következő készüléket. Igen, amire nyilván le fogod cserélni. Fél, hogy kisgazdám, ne cserélj le, kisgazdám. Mit csinálsz? Hát semmi, bedobja, amit be kell. Előre bedobok, most csak jelzem egy 5 kilót. Nem előre, az a tegnapi miatt is. Egy, akkor ez most, és még 3 elkésésed van. Jó? Akkor 500-at bedobtál, jó. De most nem késtél rá, vagy elkéstél, nem is figyeltem. Nem. Ezt most nem tudom kivenni. De elkéstem. Most a kávéval kezdem, mert nem akartam rohanni. Az előbb ide értem. Egyébként egész jó volt.
Na, ugye nagymamákról beszélgettünk itt a hírek előtt arról, hogy van egy francia honlap, ahol nagymamát lehet bérelni. Megnéztük ennek inkább az árnyoldalait, persze. Humoros formában, hogy mégis hogy néz ki ez a való életben, amikor ez csak beállít. Hát meg hogy logisztikailag hogy lehet ezt az egészet összerakni, úgyhogy a gyereknek igen. is átjöjjön meg, a gyerek is hitelesnek tartsa a mamát. Igen, a gyereknek csalódjon, ha elmegy, úgy ki tud újra bérelni, és egyáltalán mit csinálja vele, ha nem jó, hogy tudod lecserélni. És aztán kiderült, hogy Magyarországon is lehet egyébként nagyon sok nagymamát bérelni, és nagyon sokan szeretnének nagymamát bérelni. Tehát használják. Én megnéztem ezt a weboldalt. A bérlő oldalakat. Rettenet mennyiségű ember van, aki jelentkezik, hogy van 7 és 5 éves két gyerek, és nagyon szeretnénk vidéki nagymamát, óriási. Tényleg pörög, pörög az oldal. A nagymama biznisz. Pörög a nagymama biznisz. Nagypapákat is kérnek egyébként, vagy csak nagymamát? Tehát a nagyik klasszikusabb. A nagypapák is klasszikusak, de azért az... az is aranyos. Igen. Nagypapa. Nagypapa. Minket kibérelnek majd szerintetek? Mert ez lehet esetleg majd ez egy menekülési útvonal ismerve. Otthonról vagy? Nyugdíjrendszer. Hát de most komolyan. Szerintem a Ferivel járnának a legjobban. Ebből a szempontból. Mert tényleg ő ilyen izét, ilyen ölelhető, szerethető nagy mackó lesz, aki tud főzni. Elviszi horgászni így, a gyereket. Így van, borostás lesz a kis arc. Elviszi horgászni a gyereket, stb. Igen. Még ezzel szemben, de adjál most pornót nézek. Nem járnak jól a gyerekek, szerintem. Hát, kevésbé. De azért mondjuk szórakoztatnánk. Hát igen, igen. Hogyha valakinek olyan speciális igényei vannak, mint mizantróp, hogy egy gyermekgyűlölő mogorva nagypapa. Hagyjuk már fel egy ilyen írgeszést. Mogorva nagypapa keresi bérunokáit, igen. Igen, jók vagytok ma is, fiúk, egy csinos vonzó 41 éves nagyi vagyok, három unokával, esténként imádok táncolni velük, hallod? 41-es nagyi, kicsinálnak a rosszak. Képet. Beszélek velük, ez nagy büntetés, nemrég jöttem rám. Ruhás a cépet. Ja. Hello Morning Show, az én nagyim verekedésben nagyon jó volt. Ne ruhás a cépet. Az én nagyim verekedésben nagyon jó volt, az ablakon keresztül figyelte, hogy nagypapám részek haverja megpróbált átmászni a kapumajon, amikor a kapu tetejére volt. A kapu tetején volt, kirohant a partvisel és leverte a fickót a kapu tetején. Óriási, de megvárta, amíg fölmegy. Nagyon befekülte nekünk. Én azt szerettem nagyon, amikor az én nagymamám arról mesélt, hogy látta Horthy bevonulását. Most anyukám, a nagymama és az 5 éves lányom imádja, nagyon könnyen szót ért a gyerekkel, Attila küldte nekünk. Az én mamám süti a legfinomabb házi krémest és mézes krémest, mikor kisgyerek voltam a nyári szünetben, minden nap nála ebédeltem, mert ott mindig jobb volt, mint otthon. Utána mesét olvasott, és ott is alhattam délután. Hát ezek a klasszikus. Jaj, te jó. Nagymamás történetek, igen. Az én nagyim nagyon szeretett gyúrni, utána pedig vidáman dobálta a szalmabálákat. Ezt Cisco küldte nekünk. Az én nagymamámnak köszönhetem azt, aki most vagyok. Ő nevelt fel, ő feküdt éjjelente éveken át a földön, mert beteg voltam, rohant velem az oviba, az iskolába, a fogadóórákra, amikor rossz voltam, és a mai napig hozzámegyek, ha bármi bajom van. De jó. Mindig ő segít és megold mindent. Még mindig él, pedig 37 vagyok. Pont úgy néz ki, mint Lenke néni a szomszédokból. Kolléganőnk nagymamája abban speciális, hogy gázolajjal öntözi a szomszéd gyümölcsfáját, mert zavarja, hogy a fa leveleket dobál az ő kertjébe. Zsolt. A nagyiban van vitamin. Vagyiban, én az ilyet imádom. Kis gázolajat neki, kis unokám, ezt figyeld. Nagyiban van vitamin. Látod, ami átlók, az már a milyen, az ne fűrész. Nagyikám a 94. életévét töltötte be, és még mindig az ő lecsója a legfinomabb. Hiába tiltjuk, most főz, kapálja a kiskertet, és nem érti, miért fárad el. Az a jó, hagyni kell. A nagyiknak a legnagyobb büntetés, ha nem lehetnek hasznosak, ha ültetik őket, igen. ha kimélik őket, ha nem takaríthatnak, ha nem főzhetnek, ha nem csinálhatják meg az unokájuk kedvenc sütijét, az tartja őket életben. Na, hagyni kell. A vége. Ha nagy takarítson, ha főzni akar, főzőt, ez tartja őket életben. Ha leülteted, kíméled, akkor baj van. Akkor nem találja a helyét. Nem is szeretik, hogyha kiszolgálják őket. Nem. Mert onnantól kezdve azt érzik, hogy felesleges. Igen. A nagyik nem így szocializálódtak. Tehát abszolút így. Én mamás mindig sütött, főzött, zseniális galamblevest csinált, neki voltak most galambjai. És nem, most ne úgy ja. képzeld el, hogy egy bumerával megcsúszival öldözte a vad galambokat. Kánikám, menj már föl a padlásra, sörétesen, szedjél már lenni egy férges galambot, mert olyan galamblevest csinálok, hogy mindannyian megőrültök. Hozd a szívlapátot, nagyon verünk ebédre hármat. Nem idézett ki? Értem már, hogy miért lettél ilyen, amikor nagyanyáddal együtt a padláson verted össze a galambokat. Nagyon húsgalambjai volt, és fantasztikus galamblevest csinált, illetve amit nagyon-nagyon szerettem, tojás fehérjéből, cukorból, meg ribizliből vagy málnából habot. Úristen. Nekem tojássárgáját kevert mindig össze cukorral, és azt tettük. Egy ilyen tojássárgája a cukor. Kikeverted a cukorral. Kikeverte, és az nyersen, akkor azt igen? Igen, úgy etted meg. Ja. Kristálycukor is addig keverte, amíg egy kicsit kifehéredett, és felolvad benne a cukor. Hát Isten, zseniális. A nagyomámmal sokszor pálesztoztunk, és ilyenkor mindig elfáradt, de azt a húsleves már bizony senki nem fogja megfőzni, a Maxigász küldte nekünk. Az én nagymamám tökéletesen tudott állva pisilni az udvar közepén. Durva látvány volt 5 évesen. Hát a
az... Én megértem. Nagyon jó. Mint az elefánt, ahol rájön, tudod, ott kienged. Nem kell ez, ott túl gondol. Először azért, csak szét akar nézni a határban csípületet kézzel széles terpezben, de aztán kiderült, hogy hát igen, vannak ilyen... Igen. Az én nagymamám minden vasárnap sütit sütött nekem. Régen, amikor még csak fekete-fehér és drága tévék voltak, az ő szobájában is volt, mindig mellette feküdve néztem, és mindig simogatta a hátam. Nagyon szerettem ezt az érzést. Ugye, hogy a nagymamák és a nagypapák mennyi mindenkiben nosztalgikus élményeket ébresztenek? Milyen jó. Milyen jó azért ez a nagymama dolog. Nagyim úgy nyomta az Indiana Jones flippert 80 évesen a falu kocsmájában, hogy hónapokig nem tudták megtölteni a rekordját. Ő az én nagymamám, őt akarom. Képzeld már el, hogy állás, Indiana Jones flipperezik a bisztróval. Bónusz golyó. Óriási. Nem tudták megdönteni a rekordját, sajnos az egész nyugdíj erre ment el, az unokáknak nem sok jutott. Hát, óriási. Én ukám egy feles, mert rekordot, most állítom be a rekordot. Igen. És aztán letiltott az Indiana Jones. Multiplayer parasztok valaki? De nagy. Egy feleség bárkit megverek. Óriás arc. A kedvesem Nagyi abban volt nagy, hogy 80 évesen még mindig maga alá gyűrt mindenkit, akit tudott. Azért az is klassz. Uh-huh. 80 évesen. Hogy menekülhetek előle? Villanyszámlás, vízőzeték szerelő, postás, körzeti megbízott. Jön az ő, jön a hűtőgép szerelő, jöjjön csak be, mondta a Nagy és 10 perc, olyan csiád volt a konyhában. Van itt valami, ami csöpök? Meg kéne szerelni. Jaj, de jó az. Na jó van. Hát nagyon jó SMS-ek jöttek, köszönjük szépen. Játszunk, Kóben bácsival már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Vannak jó SMS-ek. Párom dédie él, virul, 92 éves, bottal úgy fut, mint a nyúl. Még mindig isteni sütiket süt, menzán volt szakácsnő a kommunizmusban. A lekváros bukta néha sós, mert 120 dioptriás szemüvegével nem nagyon látja. Nagyitóval olvas, vidám. Puszi Klári. Köszönjük az SMS-t. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Viki vagyok. Hello, Viki. Szia. Honnan hívtál minket, Viki? Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozol? Bejárógnő vagyok. Bejárógnő. Bejárogatsz. Bejárogatsz nőként, ez jó. De úgy. Értem, persze, nyilván. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Takarítja a klótyot Beru néni Óven bácsi fogkeféjével. Mondjuk... Ő is megitta a két kávéját reggel, nem? Tehát azért ezzel a sebességgel, nem? Igen, van benne lendület. Mint ha beígért neki volna valami. Igen. A párja. Tehát azért a Beru néni abrakos talisznyából zabálja az amfetamin, nem? Igen. Ugye, hogy van mindjárt végzett, megyek, csak el ne aludja. Brutál after party volt. Na mutatjuk, figyelj, hogy mit énekelnek. Ez egy, hát mit is mondjak, ez egy film zene. Jó? Rövid részlet lesz, figyelj. La 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 la. Aha. Megvan. Rövid. Jó megvan. Lesz. Menni fog. Meg. Figyelj, Viki, mutatjuk még egyszer. La 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 la. Mutassuk? Igen. Mutatjuk, figyelj. La 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 la. Szerelem, nem az Emmanuel? Az ember, akinek soha nem tudjuk meg a vezeték nevét, csak a két keresztet. Gergelyt és Robi. Jaj, Istenem. Mindjárt becsúrattuk ez olyan jó. Jól van, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Nagyon szépen, köszönöm. Egy full extra-s ajándékcsomagot kapsz, nyakbaakasztót, baseball sapkát, és... Jó lesz az unokámnak, mert én is nagymama vagyok. Oh, igen? Wow. Csak jelezném, hogy 47 éves, és azt hiszik, hogy 37, de mindegy. Gyárját, mikor született a gyermeked? Hány éves most én a gyerek? Én voltam 22, és a lányom 20, mikor szült. És most szülöm a gyereked? Nem, én voltam 22, és a lányom 20 évesen szült, úgyhogy 42 évesen lettem nagymama, és mindig azt hiszik, hogy az enyém. És mikor azt mondom, hogy az unokám, akkor mindenki elájul körülöttem. Hát az kemény, te is fiatalon szülted, de hát mai világban már ritkábban szülnek 20 évesen, az, hát az igen, nagyon igen. Klassz. Hány gyerek van a lányodnak? Egy-kettő?
Hál' Isten, hogy csak egy, mert én mindig azt szoktam mondani az unokámra, imádom, de kétszer örülök, mikor hozzák meg, amikor viszik. Hát, na, szép nagymama vagy, hát gratulálom, nem, fiatalon. Tényleg nagyon szeretem, csak már ebben a korban, amikor én vagyok, szóval minden kornak megvan, hogy miért akkor szülünk, fárasztó. Mert azért én aktív nagymama vagyok, már olyan tényleg én dolgozom, hát tehát igen. Én munka mellett vagyok nagymama. Na jó, de 47 évesen nagymamának lenni, hát az még azért nem persze. Szabad, persze, nyilván fárasztó, de hát az, mit mondasz majd, amikor 60 évesen ülnek az öletbe, kötögetnél, és rángatnak, hogy nem, én sél nekik valamit. Én jövök, hozom, viszem, mi megyünk állandóan. Mama, ma hova megyünk? És az utcán kiabáltam, hogy mama, és mindenki nézi, hogy kinek szól a gyerek. Valóban fura lehet egyébként, hogy ennyire fiatalon, igen, nagymama vagy. Köszi, ügyes voltál, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Sziasztok! Ciao! Hello. Győr Csorna, 18 perc az új autóúton, király. Ugye ott átadták ezt el is. Manuel. Kerülőt. Istenem, nem, amikor így meghalljátok ezt a dalt, hogy nem ugrik be, vagy Gergely Robi ott áll a szeretet otthonban, és a nénik az ő hangjától és a tojáslikörtől megrészegülten dőlnek jobbra-balra, és egyet dúdolják vele. Nem. Látom azt a képet, hogy Gergely Robi ránéz az órára, és azt mondja, hogy jól van még fél óra. És valaki átsó sorban felülöl. Senki Pali, miért vettél el? Maradhatok, van még fél órám, jöjjön aranyom. Melyik az ön szobája? A 102-es. Olyat mutatok magának. Igen. Egy eltartás így gyorsan. 5 perc, van 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk. 9 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Egy csodálatos Black Eyed Peas dal után. Ja, jó ez. Jó ez. Mi van velük? Ők vannak még? Vagy... Tudti, hogy vannak. Igen? Hakniznak még? Kis pénz, hát, nagy igen, hakni, igen. Nagy pénz. Na így, igen. Tehát, hogy az ő hakniuk az nem olyan, mint amit mi megszoktunk itt a kárpát belül. Igen. Jó. Régen hallottam róluk, csak azért kérdezem. Na, nézzük, mi van az utakon. Mi a helyzet? Azt mondja, hogy... Az M0-ás a 20-as kilométernél beállt az M1 felé teljesen. Ha valaki tudja az okát, akkor írja meg nekünk, jó? Hogy mit láttok. Több kilométeres a dugó az M6 felé, igen, ezt most már többen írjátok a Duna híd előtt, és rajta is. Azt nézem, hogy valaki azt írja, hogy az oka ennek az lehet, hogy a 6-os út lehajtója visszatorlódik, és emiatt van már dugó az M0-áson. Ha túlhaladtok, akkor állítólag már lehet menni. Brumi Maci küldte nekünk. Vágány utca Dózsa György felé van egy trafi, Minyó küzeni, a Soproni határ jól járható. Szép napot, Zsóka. A 172-es... Írjátok már le normálisan, tényleg. Hát tényleg, hát jól járható. Írjátok le, hát ez most... Köszi, Noibi. Noibi. A 172-esnél M3-ason Budapest felé mérnek, ez Sárkány küldte nekünk. Köszönjük szépen, 10-es út közlekedése alkalmatlannak kellene nyilvánítani a 10-es utat. Áll a kocsisor az Osantól, álló autók ürön felől és a körforgalomban, sőt onnantól is. Teherautók, kamionok, buszok és autók áldogálnak. Tragédia. Györcsorna 18 perc, ez mindenféleképpen jó hír, és nagyjából ennyi. Hát adjunk még egy lehetőséget a 10-es útnak, ott azt a vasúti átjárót megcsinálják, vagy nem kell egy órában 3x10 percre lezárni az átjárót, vagy leviszik a föld alá az autókat, vagy nem tudom ott mi a terv, de általában az még csak részben van kész, tehát az még javulni fog. Nem tudom, hogy. Mit csinálnak ott a vasúttal? Mennyi idő alatt? Felüljáró lesz, nem? A vasút fölött. Vagy igen, alul. Nem. Igen, nem. De akkor az már aluljáró. Hát attól függ, ki van fölül, ugye? A vasút vagy a... Jogos. De nem hiszem, hogy a vasutat fölvinnék. De, biztos nem. Hát, hogyha visznek valamit, akkor az utat viszik, tehát az autóutat. Vagy... Levizik az autókat? Aha, vagy föl. Tehát, hogy elkerüljék a... És akkor nincs már ugye a lámpás kereszteződés ott. Az lehet. Azt aluljáró. Jó. Alul? Alul lesz. Az. Alul lesz az. Alul járó, alulról jár. Nagyon jó mávos hírem van. Rövid lesz, jó? Csak annyi. Szeptember 22. Jövő hét, kedd.
Igen? Ha be akarsz jönni otthonról vonattal, ne csináld. Fölmutatod a jogosítványodat, és ingyenesen utazhatsz. Ez csak aznap? Ez csak aznap. Ez mit jött szolgál? Európai mobilitási hét van, és az lesz a csúcspontja a szeptember 22. Egyébként mától 22-ig bringát például ingyen vihetsz vonaton, 22-ig, de 22-én, ha forgalmi engedélyed van, akkor... Most forgalmi engedély vagy? Ja, bocsánat, forgalmi engedély, igen, rosszul mondtam az előbb, ingyenesen utazhatsz a mámon. Tehát felszállt a kis állomáson, béna, de most már delegálni a mitoktat. Forgalmi nem mindegy. Igen, forgalmi engedély, tehát hogy van autód, ugye? Ez jó, de utazhat rajta, vagy vezetheti a mozdony? Hát nem, mert hogy azért... Van egy különbség. Ilyen. Igen, van egy különbség. Ma? És akkor mi lesz ezzel? Hát most gondolkodsz, hogy tudsz bejönni? Semmi. Nem, eszembe nem jutott, hogy kiszálljak a kocsiból, nem utáskodni. Nem viccel, nem. Próbáld már ki! Dehogy próbálom. Elmész ott a lakhelyedhez legközelebbi vasútállomást. Állsz négy órát a megállóban. Nem kell négy órát állni, jönnek a vonatok, leteszed. Például amerről te jössz, ott egy gyönyörű, igen, mert én mentem ugye Velencére vonattal, és az arra felé közlekedik, amerre te laksz. Ott föl tudsz szállni rá, gyönyörű a vonat, internetezni tudsz, légkondis, amit akarsz. Igen. Bejössz vele a délibe. Igen. A dé... Folytás, mert még nem vagyok itt. Én még nagyon nem vagyok itt. A délibe felszállsz a metró. Én nyomokban látom már rajta, hogy elkezdett érdeklődni a lehetőség iránt. Igen. És két metróval át tudsz jönni ide. Ugye? Csak mikor kellek 3:30-kor? Tehát mikor riadok meg 2:15-korra, állítsam az órát? Egy napot próbálj már, hogy milyen autó. Egy kis kaland az életedben. Tehát, hogy az unalmas... Jelölj ki egy napot, tessék. Hát 22-en. Jövő hét kedd. Azt hittem hétvégére esik. Jövő hét kedd. Jövő hét kedd. Jövőjegbe vonattal. Hozd magaddal a forgalmi engedélyedet, ingyenesen fogsz utazni. Na, már látom magam előtt. Kedde megriad. Jó. Hozzá neki négy. Vonattal. Nem, ha én valami régen mondok, rendben van. Jövő hét kedden. Ha valami régen mondok, akkor igen. Az egy nagyon erős talán. Igen. Egy nagyon erős nem tudom. Elég sok ilyen volt már. Nem fogja elhinni az embereket. Nem. Tehát, aki lát majd a vonatot, nem fogja elhinni. Ja. Ilyeneket fognak mondani. Képzeld el találkozni egy Balázs hasonlással ma. Ki köpött Balázsból? A megszólalási. Hozzál neki négy vonaljegyet, légy igen? szíves, hogy be tudja akár most odaadom. Mert az hogy úgy jössz, hogy a déliből Deáktól idáig tudsz jönni, ez két metró. Igen. Egy vonaljegy. Egy átszállási. Nem. Feri ezt tudja, csak azért mondtam négyet, hogy hát habból egy megmaradad. Hogy néz ki a metró? Az hogy néz ki? A metró? Az föld, megy a föld alatt van. Aha. Így van. És mi van még ez a menetszél, amikor jön? Onnan tudom, hogy jön? Hogy vagy ne. Tolja maga előtt ezt a gumicagot? Igen? Meg rátszolnak, hogy a veszélyzónát kérjük, hagyjál. Így van, és amikor fékez, melyik irányba szállok föl? Lehullik róla 4,5 kg rozsda. A kék színű a 3-as? Az. Aha. A piros a 2-es, még mindig? Igen. És a kis föld alatt, a sárga. A sárga? Így van. De az nem metró. Így, az kis föld alatt. Hányat jövök honnan? Hát a déliből eljössz a Deákig, Deáktól idáig. Aha. Na? Látom, hogy csillog a szemed. Legyen így. Kivithethetem magam az állomásra? Ki, nem kell ott hagynod a kocsit. Tehát odáig elmehetek kocsival? Sofőrszolgálattal, hogy és a vonat mellett jön a kocsim, tudod, lemozdulj a vonat mellett. Ha megáll a vonat, azonnal leszállok. Ha késünk, be kell érnem. Gyere, akkor gyere nem, a vasúti nem, sínen. Végig kell jönnöd tömegközlekedésre, tehát olyan sincs, hogy a Viki kivisz mondjuk az állomásra, te felszesz a vonatra, és olyan déliben vár. Uh-huh. Olyan nincs. Tehát ha déliig bejössz vonattal, akkor onnantól kezdve idáig még tömegközlekedéssel. Melyik nap ez? Jövő hét kedd, 22-e. Ingyenesen teheted meg. Jó, megbeszéltük. Jövő hét kedden. Na, Bali. Vonatra fogsz szállni? Bali vonatra szállni. De még egy fontos dolog. Hogy néz ki a vonat? Tehát az melyik? A sárga? Nem a sárga. Ja, az nem. A hosszú kék. Milyen színű? Ez piros? Kék lesz, vagy piros? Kék vagy piros? Hát van, is van arra kék is, szállok föl, amit is. Mondtok, és abba az irányba, ahova mondjátok, hogy nem, ne ott fogok ülni az állomáson, nézem a kis papíromat, amit leírtatok, arra szállok föl. Jó reggelt, elnézést! Ez a vonat? Ez vonat? Ez a vonat. Jó. Akkor felszállok. Jó? Jó. Jó. Jó, oké. Nem tudom mondjuk, mennyi idő. Csak elmondom, hogy nálunk nem jár vonat. Tehát ahol én lakom, ott nem jár vonat. Hát tehát akkor nekem a velencei járatra, ott a Velence, Kápolnás, Székesfehérvár, Érd, zavart a csatogás, és felszedetted a sineket, vagy miért? Mondjuk nincs jobb egy hajnali érdi vonat megállónál. Azért. Tehát az gyerekek, az szép lesz. Legyen így. Ha van reggel járat, viszem a kis forgalmimat, és vonatozom megyet. Csak a ti kedvetek. Szintén ingázó. Nem kell a téma a műsorba. De mi az, hogy ha van forgalmim, akkor egyébként ingyen felszállhatok. Tehát ha nincs autód, akkor fizes, ha van autód, ingyen utazhatsz. Nem értem a logikát. Tehát ha csóró vagy, vagy bocsánat, vagy nincs pénzed, vagy nincs autód, vagy nem teheted meg, hogy autód legyen, akkor nem vonatozol ingyen. Akkor nem. Vonatoz ingyen, ha van autód.
Tehát ha megteheted, hogy van autód, akkor ne vegyél jegyet. Ha nincs autód, akkor még vedd meg a jegyet. Mi az ideológia benne, hogy mi autósok szokjuk meg, hogy milyen jó vonattal menni? Így van. Igen. Így szokjunk van. Át a vonatra. Hogy tedd le az autódot, és helyette inkább használd a vonatot. Legyél aha. te is forgalmista. Aha. Mondom neked. Tedd le az autód és használd a vonatot, ezért ezt az elkövetkező évben még nem gondoljuk komolyan Magyarországon, uh-huh. ugye? Tehát ez nem egy reális elképzelés, hogy tedd le a kocsit szájvonatra. Melyikre? Hogyan? Mikor? Jó órákat késő. Hidd el, le fogod lecserélni a kocsidat. Neked, megvan a menetrend. 4:58-kor tudsz felszárni, érted? 4:27, 4:57, neked 58. Látod, már a menetrend is késik. Ha ezt nevezem, ez a kemény, hogy egyik menetrend 4:57, ott már 4:58. Hát én már a menetrend is nézem. Ja, hogy hozzátettél. Igen, mehetsz mondjuk 100 halombattára, vagy a Duna finomítóba, ott 4:48. 23 kilométert 37 perc alatt tesz meg. Hát annyi adat lefutom, gyerekek. Ez mi? Nem, pókjelent. annyi adat, fogom a pokádat, és ördögszekérbe begurulok a déli meg. Mi az, hogy 23 kilométer 37 perc alatt? Mi 4:58-kor felszállsz, és 5:30-kor vagy a déli. Nagyon jó. Ez kell nekem. Ott vagy, megvan. Ez a beszéd. Tessék. 5:30, és akkor... Hát gyertek akkor velem! Vonatozni. Figyelj. Találkozzunk. Piknikos alathoz. Viszek túrós pitét. Túrós bukta lesz nálam. Friss alma, amit én szedek a kertemben. 4:57-kor felszállok a hol szállok föl? Érdem. Vagy 4:52 100 halombattal, amelyiket akarod. Zsebesek, tolvajok, rablók, kimélyek, viper, gáspré, minden lesz nálam. Tehát nagyon, nagyon fel leszek szerelkezve. Nem, ne így képzeld ezt a dolgot, jó? Tehát, hogy ez nem ízé belső Ázsiából jön ez a vonat. Ez egy teljesen normális, intelligens kultúrát jó, magyar emberek csak utaznak. Csak az mi tehát, tartásséget mondom, csak dolgozni kicsi, mennek, apró, nem akarnak ő sem. Van, így van. Tehát nem szabad őket bántani. Az legyen, hogy belépsz a fülkébe, és rögtön telefújod gázzal, bedobsz két hanggránátot, és utána pedig hogy hívják azt, így van. Balázs, mert mit csinálom? Nyugalom, csak szeretnék leülni. 5001-es, 9001 defenol, mindenre jó. Okay. Sírok, könnyező, tangyozó anyukák, apukák, és ízés még azt hallják, hogy bekezd, hogy engem élve nem kaptok a rohadékot. És kiugrasz a vonatban. Fölüvölt, hogy elkaplak, mint sárgát a napal. Hát ez nem az Európa Express című nagy sikerű magyar akciófilm. Brutális 40 perc alatt leküzdöm ezt a nagyon durva 23 kilométert. Menetidő szerint 37, az reális idő szerint 45-50. Jó? Befutok a délibe, onnan elmetrózom, majd tovább metrózom. Vagy lesz 5:23-kor Kelenföldön. De bár én nem lesz ez sok neki? Most tényleg azért, mert hogy ugye a vonat is régen volt, metró is régen volt, most a kettő egyszer felé nem lesz az, hogy ott ilyen üveges tekintet ott fog ülni a izén. Az egyébként frissen lerakott, de már hullámzó térkövön valahol. Hol vagyok. Jó, ha elkésem, az nem azért lesz. Tehát én írok nektek SMS, hogy rajta ülök a vonaton. Fotóval archiválom, innentől kezdve, ha késik, ha van egy hajóvonták találkozása, és 14 percet állunk kápolnás nyéken, ha felszedték a sin, ha meghajlott a sin, mert nem bírja a hideget, a brutális 10 fokot reggel már a szeptemberi reggelben, és elhajlottak a sinek, az már nem miattam lesz, nem, csak akkor, szó. Ha valahol elakadsz, akkor riasztjuk a teket és bújt ritkot, és kihoznak. De miért ne szállják le Kelenföldön? Ezt mondom, hogy 5:23-kor Kelenföld, és akkor villamos. Ott vár a metró, nem? Nincs 4-es metró? Én mondom el nektek, hogy hol jár a BKV. Hát mert azért, mert az uh-huh. nem jó neked, mert az visszafelé visz. Ha már Kelenföldön szállsz le, akkor a fonódó villamosokkal az 1-eset tetszik, hogy akkor most akkor a Kelenföldre még bejön a Calvin térig, akkor ott állsz. Hát az marha bonyolult. Figyelj. Megoldom, gyerekek. És én itt bolyonganak, tudod. Calvin tér? Az megy. Jó. Autómentes napot. Jövő hét 22-e. Ne felejtsétek el. A forgalmidat ne felejtsd otthon, ingyenesen utazol. Ja, hogy vigyek forgalmit. Igen. Hát, egyébként nem engednek föl. Jó, megbeszéltük. Megnézem, hogy éltek ti. Most kíváncsi vagyok tényleg. Na. Tehát, hogy mit csinál, nem, hogy éltek? Biztos, hogy szokatlan lesz, hiszen még autóvezetéshez sem szoktál magad a forgalmi. Ez egy nagyon fura állapot lesz. Általában nincsenek nálam papírok. Ez jól mondod. Nem, van, mindig van. Jogkövető állampolgár vagyok. Jó, rendben, oké. Rendben. Ja. Jó. Rendben. Rendben. Na, kezdesz visszakozni, mi? Jaj. Na, erre még visszatérünk. De igen, mondtam rá mindenki előtt, úgyhogy akkor ezt bevállalom. Na, jó van. De az igazi forgalmit hozzad. Ne azt, amin Deák Ferenc van. És akkor egy ilyen közösségi lesz, hogy a hallgatók is jöhetnek veled?
Nem, majd kiürítetnek neki egy olyan szerintem intézi. Szeretek reggel nyugodtan utazni, átolvasni a kis telefonom az internetet, tehát én szeretek nyugodtan utazni, de jövettek hallgatók. Balázs, ha felszállsz, megyek én is Miskolcra, írja valaki. Szlogen, ne állj dugóban, már ne állj dugóban, kés a mávval. Jó. ez tényleg kíváncsiak egyébként, milyen állapotok vannak egy ilyen vonalon. Én ezt most megnézem. Balázs, inkább behozlak Pécsről, írja valaki. Balázs, a Kamponánál szállj fel, Ági a szomszédból. Az se rossz egyébként. Jó. Az csalás, mert a Kodály kocsival fog elmenni. Az majdnem, az már bent van a városban. Az nem jó. Gondold meg, Bali, lassan támadnak a falevelek. Nekem nem kell, én vidáman üldögélek volna, de ezt majd ti fogjátok meginni ennek a levét, míg 8 óra 10-kor még állok valahol veréb határában. Uh-huh. És így majd a zavarodban, mert hát ugye mégiscsak a közeg viszonylag ismeretlen számodra, ott majd próbálkozom majd barátkozni egy picit az emberekkel. Jó reggelt! Hát maga is? Szintén vonatozik? Nem, azt fogom mondani, hogy madárcsicsergős jó reggelt kívánok mindenkinek. Madárcsicsergős jó reggelt minden kedves utasnál. Madárcsicsergős jó reggelt kívánok. Így fog belépni a kocsi. Már mindenki veszi elő a jegyét, mert azt hiszik, hogy valami ellenőr lehet. Igen, és eljátszom az Ace Ventura-t, amikor áll az ajtót, ágyítom. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk, minden rendben? Nagy uraim, szőreim, vezéreim? Madárcsicsergős jó reggelt mindenkinek. Majd meghúztam ám a vészféket, de nem. Nézzek, úristen. Igen, vagyok ki. Ez egy beteg állat. Hát legyen így. Kampányoljunk. Segítek a mávnak. Figyeljetek, én annyi rosszat mondtam a mávról. Én nem rosszat, inkább az igazad, de hát nyilván nem tettünk jót nekik azért az elmúlt pár évben, hogy én most ezzel törlesztek. De most legalább tudni fogod, miről beszélsz. Most ezzel törlesztek. Nézd, az, hogy egy hallgatói SMS-eket beolvasok, hogy ott állnak szegények a megállóban, és fél órája se híre, se hamba az ősz kis szerevényüknek, hát sajnos ez az igazság. Jó? De barátkozzál. Az a lényeg. Tud valamelyik dokitok szanaxot iratni? Nem, 0-25-ös el vagyok, csak hogy elkezdjek rákészülni erre a dologra, pénteken elkezdem szedni. 0-25-ös elindítok. Mi van az Astra biztosítóval? Azt mondjátok meg nekem. Ó, nagyon jó. 200 ezer autós, várjál. Hát a 200 ezer autós szívja meg ezt, hogy egy romániai biztosító becsődölni látszik, ez igaz? Sőt, már be is csődölt. Igen? Már be is csődölt, a magyar munkatárs már nincsen, mert eddig ők úgy üzemeltek, hogy ugye ez kint van Romániában, maga a biztosító, és voltak magyar nyelvű úgynevezett operátorok, akit te felhívtál, ha bajod van. Most nem tudsz kivel beszélni, ha csak nem tudsz románul, vagy nem tudom, hát lehet, hogy angolul nyomják, nem tudsz kivel beszélni, itt van a dolog. Érdekes jogi helyzet, mert most nekem összetöri egy valaki az automat, aki Astra biztosítós, akkor azt nem, vagy én valakinek összetöröm, és én Astrás vagyok, akkor... De a saját károdat, ugye ezt a kötelező felelősség biztosítás, az a saját kárra van? Nem, a kötelező, az a másik. Az, tehát én összetörlek másikra. Téged, akkor az én kötelezőm fizeti a te károdat. Én Astrás vagyok, és én összetörlek téged, akkor te megszívod, és te saját pénzből fizeted majd ki. Így van, sőt, tovább megyek, most már szerelő műhelyek se csinálnak Astrás biztosításra, csak akkor, ha kifizeted előre, és akkor majd perlekedsz, hogy fizessék ki neked. Nagyon miért ennyire népszerű, hogy miért, hogy ennyire alacsonyak voltak a díjai? Gondolom, igen, gondolom, hogy olcsó volt. Tehát ott az új belépőkből fizették, gondolom, a régi dolgokat, meg károkat, tehát ez érdekes azért. Hát és ebből a kis biztosítós becsődölésből azért már volt már például. De hogy van az, hogyha bedől egy biztosító? Tehát van egy nemzetközi rendszer, amikor a biztosítók biztosítják egymást. Ez ugye egy védőháló, hogyha bedől az egyik biztosító, akkor úgy tud csak bedőlni, hogy a többi biztosító biztosítja, és minden biztosító mindenkit biztosít. Van egy ilyen nagy... rendszer tulajdonképpen, ahol egymást védik és a biztosítottakat is. Tehát a román biztosító nem volt benne ebben a rendszer, vagy ezt nem értem? Gondolom, hogy benne van, csak hogy az annyira bonyolultá teszi az ügyet, így hogy mire van. Te a pénzedhez jutsz. Nincs, azt... nem, egyszerűen az ügyintézés mint olyan nem létezik, aha, mert nincsenek magyar nyelvű ügyintézők, nem tudod adott telefonsz, nem tudsz kivel beszélni. Voltak. Tehát eddig valaki felvette, és azt mondta, hogy igen, jó napot kívánok, küldjön betétnapot, felveszünk a kártyát. Így van, eddig volt magyar operátor, és akkor te vele tudtál beszélni mindent. Eddig működött a dolog. Kapjuk az SMS-eket, hogy beszéljünk róla, segítsünk azoknak, akik benne vannak. Na, megkérdezzük Németh Péterünket, aki sokszor nyilatkozott már nekünk a CLB-től. Hello Péter, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt ez mindenkinek! Na, 200 ezer autóst érint ez a dolog, tényleg? Igen, tehát körülbelül
180 és 200 között lehet ma még azoknak az autósoknak a száma, akik Astra kötelező biztosítással autóznak még ez idáig, és ennek a biztosítónak a megszűnése, felszámolása, becsődülése, ugye többféle verzió van, ahogy ezt említeni lehet, lényeg az, hogy ennek a biztosítónak a kivonulása, ez most őket érint, és ők vannak ilyen nehéz helyzetben. De nincs egy ilyen nemzetközi védőháló, hogyha egy biztosító becsődül, akkor a többi biztosító biztosítja? Van egy ilyen rendszer, nem? De van, igen, igazából ugye Magyarországon is van, és úgymond nemzetközi is van, tehát az Astra egy romániai biztosító, amelyik nem magyarországi biztosítóként, hanem fiókterepként nyújtja a szolgáltatást, tehát határon átnyúló szolgáltatásként. Így tulajdonképpen elsősorban a romániai garancia alap, nem tudom pontosan megjegyzett, vonatkozik rá, tehát hogyha a román biztosító becsődül, akkor a magyar ügyfeleknek is első körben a romániai garancia alap fog fizetni. Van egy magyarországi kártalanítási alap, a KALAP, fantázenévre hallgató alap, ahova a magyar biztosítók töltik a pénzt arra az esetre, hogyha csődbe kerülne egy biztosító, akkor hely tudjon állni az ügyfeleik helyett. Az Astra jelenleg nincsen csődben, hanem megindították a csődeljárást ellene, ezért ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy működési engedélye már teljesen fel van függesztve, már kárt sem tud kifizetni, díjakat sem tud visszafizetni, így az ügyfeleknek új biztosítót kell keresniük, és az ugye azoknak nehéz helyzetben, akik most ugye újat kell találniuk, illetve akinek mondjuk akár még függő kár eseménye van, és mondjuk így félúton megállt. És azt kifizetik ilyenkor? Hát ilyenkor, ugye nem volt még ilyen helyzet Magyarországon, ezért se gyakorlat, se precedens, semmi nincsen rá, de szabály szerint ilyenkor most nekik az a dolguk, hogy azt hiszem, hogy egy-két napja fent van az MNB honlapján, az Astra biztosító honlapján is románul, és most már magyarul is az a dokumentum, amit ki kell tölteni, és ki kell küldeni Romániába, és ez a román garancia alap fog majd fizetni valamilyen úton, módon. Biztos, hogy mindent megtesznek, főleg az MNB-nél, hogy itt jól menjen dolog, de tényleg nem volt erre még precedens, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mikor, milyen körülmények között, és hogyan jutnak hozzá a károsultak a pénzükhöz a román garancia. De akkor meg kell csináltassam a kocsimat saját pénzen, erről kérek egy számlát, és ezt küldöm el Romániába, sansztalan, hogy majd azt egyszer visszafizetik. Igen, az a baj, hogy most ez hetek óta fennáll ez a helyzet, azt hiszem, már több mint két hete, hogy bejelentették, hogy felfüggesztették a biztosítót, és akkor lesz vele valami, és ezek most minden napvilágot látnak új hírek, és hát ilyenkor javítóművek egyből lereagálják, és sajnos, ahogy mondtátok is, pontosan az történik, hogy elküldik, hiába jön oda valaki, hogy kárt okozott nekem egy Astra biztosító, de semmi baj, mert itt a befizetett kötelező biztosítása, és felvettük a kárt, és minden rendben. A javítomója azt mondja, hogy nem csinálom meg, hitelez meg nekem, előre fizes ki készpénzbe, aztán járt ki te ezt az utat Romániában, mert én nem fogok várni a pénzre, és valahol ők is érthetőek, mert a javítomója javít 10-20 autót, hát abból, hogyha mondjuk csak a fele mondjuk Astrás, akkor ott sok millió forintja benne áll a javítónak abban, hogy ő ezt így kivárja, és valószínűleg is. És ilyenkor velem mondják fel a szerződést, hogy biztosító bajban van, vagy nekem kell néznem, hogy lehet felmondani, és mit tudom, szeptember 30-áig beadni, hogy köszönöm, hát akkor, ha ti csődben vagytok, akkor én nem kívánok hosszabbítani, keresnék mást. Ez most úgy lesz, hogy az Astra felajánlja mindenkinek a közös megegyezéssel való szerződés bontást. Ennek egy feltétele van, hogy befizetett díjak legyenek, tehát azzal nem tudnak szerződést bontani, akinek díjtartozása van. Nem kell az egész éves díjat előre most befizetni. Tehát az utolsó negyed évet már nem kérik rajtam számom, hogy még fizessem le, és csak úgy bontják fel a szerződést. Ha nem esedékes, nem? Tehát az utolsó esedékességig be kell, hogy egyet fizetve. És akkor kiküldik, most tényleg egy-két napon belül fogják kiküldeni ezeket a közös megegyezéssel való szerződésbontásokat. És nagyon fontos, hogy mindenki figyelje, és írja alá, és küldje vissza, de ez tényleg pár nap múlva biztos, hogy ott lesz mindenki postájában, aki Astrás, és szeptember 29-től aztán ez lesz a dátum, amitől felszabadulnak, úgymond, és újat kell keresni. Ha valaki nem küldi vissza, mert mondjuk nem figyel rá, vagy nem érdekli, azzal az lesz a baj, hogy érvényes marad a kötelező biztosítás az Astránál. Nem az van, hogy akkor mindenkit elengedtünk, hello, hanem ezt el kell fogadni, ezt a közös megegyezést, és hogyha nem tette meg, nem fogadta el, akkor marad az Astránál kötelező biztosítás, autózhat vele, csak sajnos akkor ez áll fent, hogy akkor a román garancia alap, és ahogy az MNB nyilatkozatukban is meg egyébként is tudjuk, és ezt mindig érdemes végiggondolni, hogy a kötelező biztosítás az helyettem fizet, de ha nem fizet, mondjuk, attól én még károkozó vagyok, tehát attól én még tartozom. Úgyhogy nem lehet legyinteni, hogy olyan nem érdekel, összetörtem valakit. Igen, ez ugye azért veszélyes, mert ugye van egy-két biztosító például az Astra szerintem, aki brutálisan piac alá ment árban. Igen. És ugye mindig gyanús, ha valaki nagyon olcsó, és az ember belegondol, hogy lehet, hogy mondjuk éves szinten 10 000 forinttal több egy komolyabb biztosító, de megéri, mert az mondjuk havi 1000 forint, ha lebontom, viszont komoly háttér van mögötte, múlt, és hát szakmai alap.
És az ember ugye hajlamos spórolni például ezen, aztán belefut egy ilyen asztrába, aki brutálisan alacsony díjakat próbált beszedni, nyilván így ment, csak ezt nem tudták magukat finanszírozni vagy fenntartani, és egyszerűen bedőltek. Nem? Igen, tehát... de Balázs, tökéletesen igazad van, tehát valóban ez abszolút szakmai érvelés, tehát így van, amikor valami nagyon olcsó, nagyon olcsó, hogy meglepően olcsó, akkor mindig gyanúsra kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy novemberben is beszéltünk arról, hogyha a díjak felfelé mentek mondjuk 10%-ot, ugye, és a 10.000 forintos díj 10.100 lett, akkor az inkább egy biztonság dolog, mint sem, hogy most egy óriási átverés, tehát nem itt mennek el a nagy pénzek. És hát lám, most így van, az Astra biztos, hogy mondjuk ebben az évben már nem volt olyan nagyon olcsó, de a bekezdés a piacra jövés időszakával abszolút ez volt a hír, az imázs, a minden, hogy fú, itt ez a román biztoson keresztül nagyon-nagyon olcsó. Gyanús kell, hogy gyere, jöjjön ön is az Astrához, évesdi 6.000 forint, romániai biztosító, kösse meg nálunk a kötelezőt. Jézus, ahol nem akar az ember kötelezőt kötni, miután 400.000 forintot kell majd kifizetned, ha véletlenül balesetet okozol, közös spórolt mondjuk 5.000-et. Ami nyilván sok csalódás, sok pénz, de ilyen, ahol nagy kár jöhet létre, mint lakásbiztosítás, autó, ott lehet, hogy nem szabad spórolni, nem tudom, 5-10.000 forinton éves szinten. Ugye? Hát azért sok az százezer forintról van nagy szó. Tudunk okozni, és az a baj, hogy egy egyszerű kocsarással nagyon sok pénzzel tartozunk tulajdonképpen onnantól kezdve, és a felelősségbiztosítónktól függ, hogy ő tud-e fizetni helyettünk, vagy sem. Tehát egyáltalán nem mindegy. Tényleg sokkal legyintelek, hogy kötelező, az majd megszívja az autós, akinek kárt okoztam, de hát nem. Tehát én kárt okoztam, én tartozom, és van egy biztosító, amit megígérjük, majd fizet helyettem. Tehát az legyen erős és jó biztosító, igen, melyiket az ígéretet elfogadom. Akik befizették az egész éves díjat, azok visszakaphatnak, vagy azok felejtsék el a pénzüket? Hát azt mondja az Astra biztosító, és azt mondja az MNB is, meg a Román Garancia Alap is, hogy mindenkinek vissza fogja téríteni a befizetett díjat is. Sajnos az is a román alapból fog majd visszaérkezni. Nem tudjuk, hogy hogyan, meg milyen módon, meg mennyi idő alatt. Ugye felszámolására kerül a biztosító, elindul a csődeljárás, lesz majd belőle bírósági tárgyalás, elfogadják, se nem lesz egy ítélet, és utána elkezdenek abban az alapból visszafizetni, hogy mennyi pénz van abban az alapban, igazából mi azt sem tudhatjuk. Én azt feltételezem, hogy első körben a káros útakat fogják majd kártéríteni, utána vannak különböző ugye szolgáltatások, amiket nyújtott, vagy a dolgozóik vannak, stb. És valamikor jönni fognak a befizetett éves díjak is, nem akarok ezzel pánikot kelteni, de ezt nem tudjuk egyszerűen pontosan. Hát a hivatalos szöveg, amit ők felraktak ugye a honlapjukra, az, hogy minden termék vonatkozásában 100.000 euró per káresemény mértékig fogják kártalanítani az ügyfeleket. Igen, csak ebben a elmetegedéknek kell lenni. Hát meglátjuk. Jó, fontos volt, hogy beszéljünk róla, mert sok SMS-t kaptunk, és sok hallgatónk érintett, úgyhogy reméljük, egy kicsit tudtunk ezzel segíteni. Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél. Köszönjük szépen Németh Péternek a CLB-től. Köszi, ciao. Hát igen, szóval amikor az ember tényleg lakást, autót biztosít, akkor lehet, hogy éves szinten, nem akarom magamat ismételni, egy pár ezer forinttal érdemes többet kifizetni, mert lehet, hogy soknak tűnik, de utána viszont nem neked kell. Láttam a díjaikat, amikor elindultak, hát kicsit gyanús kell, de nem. Gyanús kell, hogy legyen egy romániai biztosító tényleg éves szinten, olyan szinten a piaci ár alatt, hogy bűzlik messziről. És ez érdekes, amit a Péter mondott, mert ugye a magyar ember úgy köt biztosítót, vagy biztosítást, hogy nekem úgy is mindegy, mert ez majd, ha én beléd megyek, akkor Igen, de ugye most itt a baj, hogy akkor most viszont te vagy a sáros, tehát aki okozta a balesetet, annak valahogy meg ki kell fizetni a kárt, hogy ha biztosító nem fizet. Na jó, hogy beszéltünk róla. 8:30 múlt, pontosan 5 perccel. Aki szeretne hármasugrást játszani, az jelentkezzen játékra, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Háromnegyed kilenc lesz. Pontosan. Egyszer csak. Nem. És mondjam, vagy nem mondjam. 3:49 múlt 2 perccel. Most nagyon ideges vagyok. Autó ütközött a 24-es villamossal a Nagyvárad tér és Balázs Béla utca között. Mentőrendőr a helyszínen, nem járnak a villamosok a Nagyvárad tér és a közvágó híd között. M7-es, M1-es közös szakasza végén Budapestről kifelé baleset, két mentő áll a forgalom. És most van vagy nincs? Bocsánat, csak egy kicsit most összebeszélünk. Még nincs. Írjak rá egyet, hogy van vagy... Nincs. Feri, nincs. Írtál, gondoltam. Nincs. Már, igen, meg már hallgatók is írtam. Aha. Te rajta vagyunk, hogy legyen. Na most ugye, hát ez nagy baj. Hát ez megőrülök, komolyan az anyamat elhagyom. Jó. Drága hallgató, a helyzet a következő. Baj van. Nagy baj van. Houston, baj van. Szóval, hogy van egy mosógépes játékunk, mert hogy elmondtuk tegnap,
miután már ment a promója is nálunk, ugye? És ezért beszéltünk róla. Vannak ilyen fura összefüggések a rádióban, hogy megy egy promó a műsorba, és utána az ember elkezd róla beszélni, hát ez úgy látszik még néhány embernek kihívás. És bemondtunk egy e-mail címet, ami egyelőre nem jó, vagy nem működik, de dolgozunk rajta, hogy működjön, van egy kis technikai hibánk. Úgyhogy mindenki, aki benevezett, és tudom, hogy baromi sok e-mail jött, hiszen mi tegnap az egész országot arra buzdítottuk, hogy küldjön e-mailt, és sokan tettétek meg a rossz e-mail címre, ugye, hogy a morningshow@klassfm.hu-ra küldjetek addig drága mosógépek az e-maileket. Jó? Nyugodtan. Oda. Nyugodtan. Oda. Azokat látjuk, olvassuk, az létezik, az működik. Én azt csekkolom egyébként folyamatosan. Igen. Tegnap is láttam már azokat, akik azoknak a leveleit, azoknak a mosógépeknek a leveleit, akik oda küldték el nekünk. Köszönjük szépen. Így van. Úgyhogy drága mosógépek, van egy kis címváltozás, morningshow@klassfm.hu. Ide küldjétek. Aki tegnap küldött, és az e-mail cím visszadobta, vagy visszajött az e-mail, hogy nem működő, maga az e-mail cím, akkor küldjék el nekünk még egyszer, jó? Tehát mosógépek, szóljatok mosógépeknek, szóljatok a társaitoknak, hogy a tegnap elküldött levelek érvénytelenek, tessék újra elküldeni. Mert ugye van egy játékunk, és ebben, hát leved lett, szomorú, elhasznált mosógépek kérhetik az örökcserélésüket. Akik már nagyon unják a melót, akik így már van. Szeretnének elmenni nyugdíjba, akik már szeretnének újjászületni, egy új, egy friss, egy modern, egy A++-os mosógép formájában. Kicsit már ereszt a szimerünk. Igen. Itt a csöpög. Nem akartok tovább dolgozni. Szeretnétek, hogy új mosógép álljon be a helyetekre. Elmennétek nyugdíjba, elmennétek egy kicsit pihenni, unjátok a gazdátokat, minden nap teletömnek benneteket, és egyszerűen nem akartok tovább dolgozni. Megszolgáltátok, amit meg kell. 10 évet, 5 évet, 20 évet, vízkövesek vagytok, pihennétek. Írjátok meg nekünk, hogy miért szeretnétek azt, hogy a gazdátok benneteket most már tényleg lecseréljen. Ki álljon a helyetekre? Milyen mosógép álljon a helyetekre? Miért akartok elmenni nyugdíjba? Szellemesen írjatok nekünk egy levelet, hogy a gazdátok cseréljen le benneteket. És a szellemes levélírókat majd még visszahívjuk, de már a gazdájukat, és megörvendeztetjük őket egy vadonatúj, gyönyörű szép 0 kilométeres mosógéppel. Ennyi. Ez minden háztartásban, vagy a legtöbb háztartásban jól jön, az ember inkább másra költ, hogy jó, az még bírja, erről ugye tegnap is beszéltünk, jó, azt még azt az egy évet kibírja, majd veszünk jövőre, ugye? Mert hogy azért sok háztartásban nem automatikusan mosógépet kell cserélni értelemszerűen, hát itt 80-100 000 forintos tételről van szó. Úgyhogy szeretnénk segíteni egy kicsit a családoknak, és jövő héten minden nap adni egy mosógépet. Ehhez azonban a mosógépek lázadását kell, hogy átéljük. Kell, hogy a mosógépek öntudatukra ébredjenek, és írjanak nekünk e-mailt a morningshow@klassfm.hu-ra. Így van. Így van. Bizonyán, bizonyán. A felmentős öreg már úton van, nem kell most már sokáig kitartanatok, csak jelentkezzetek, írjátok meg, hogy mi fáj, hol horpad, hol rohad. Unjátok-e már azt a féltéglát, ami be van tolva a jobb felső sarkatok alá? Unjátok már, hogy állandóan rá dobja az asszonyt a ház ura, stb. Nyugodtan. Bármi igen. Problémátok van, írjátok meg. Jó, aztán ha a másik e-mail cím már biztos, hogy jó, akkor majd azt mondani fogjuk, csak megnézzük, hogy tényleg jó. Jó, bocsánat a hibáért. Elnézést kérünk drágák azoknak a nevében, akiknek elnézést kellene kérjük. Drága mosógépek, úgyhogy küldjetek el újra. Jó? Aztán jövő héttől reméljük, hogy sok hallgatót tudunk boldogítani. Fontos, hogy csak olyan írjon tényleg, akinek kell a mosógép. Tehát ahogy tegnap is mondtam, hol van 4 darab, de jó lesz majd egy a garázsban, még hát ha 4-ből egy elmondik, akkor a baliktól kapottat kicseréljük. Azok írjanak. Illetve pontosabban tudom, hogy azok írnak, akik rászorulnak, azok ne írjanak, akik nem, vagy kevésbé. Inkább így mondom, mert nyilván olyanok írnak, akiknek jól jön egy új mosógép. Jó, köszönjük szépen, játszunk már is 3-as ugrást valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Kata vagyok. Kata, honnan hívtál minket? Én Alsóújlakról telefonáltam. Alsóújlakról. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy művészi igényel megformált, meg szövegezett, fantasztikus műveltségi kérdések. Mehetünk? Igen, mehetünk. Na figyelj, Kata. Minek a feltalálása fűződik Gutenberg nevéhez? A köznyomtatás. Ja, így kell ezt csinálni. Kata, mi más? Majd a vajköpülés, nem? Jól van, megvan a nyakbaakasztó. Menjünk tovább, bézbosapkáért, jöhet a második kérdés? Mehetünk, igen. Bézbosapkáért, így szól a második kérdés. Milyen jármű a sajka? Nem, használunk internetet. Hallottuk ám? Hallottuk. Sajka. Hajó. Hogy van? Ha most nem vágod rá gyorsan, akkor rövidebb lesz az idő, mert aki internetet használ, mindig kicsit rövidebbek vagyunk, jó? De meg is állhatunk. Mi legyen?
Mennyire nehéz a harmadik kérdés? Hát ez nem sportos, könnyű. Sportos kérdés. Sportos kérdés, húha. Akkor azt hiszem, hogy megállnék, mert most játszom veletek először, és most én nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Tartok tőle, hogy a harmadik kérdés, a sportban nem igazán vagyok otthon. Álljunk meg. Igen, álljunk meg. Jó, ahogy gondolod, hát ez a te döntésed. Jó. Lehet, hogy jó döntés, nem könnyű egyébként a harmadik kérdés. Tehát otthon kell lenni egy bizonyos sportban méghozzá három sportban ráadásul. Ó, hát akkor jobb is, hogyha megállunk. Kata, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag részben. Jó, nagyon szuper, köszönöm szépen. Baseball, sapka és nyakbalkasztó. Morning Show-s nyakbalkasztó. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Jó, köszönjük, hogy játszottunk. Puszi. Én is köszönöm, sziasztok. Ciao. Szia. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc múlva 9 óra érdekes vendégünk lesz a hírek után. Jön hozzánk valaki, aki virágot eszik, ha éhes. Oh. Uh-huh. Virágot eszik, ha éhes, süt, főz, és bakfiskora óta minden virágot, vagy legalábbis majdnem minden virágot megfőz, megsüt, és megeszik. Bakfiskora óta. Nem poronykora óta. Csak a bakfiskora óta. Igen, egy virágszakács érkezik hozzánk, imádja a virágos kertet, akkor ha éhes, és virágokból készít ételt. Hát ennek járunk utána, hogy ezt hogy kell elképzelni. De nevelgeted ott a rózsákat, pippangokat, és utána nyisz. És aztán megeszed. Ott virul a muskátli az ablakba, aztán hús nap eltűnik, és aztán hambi lesz belőle. Na, érdekes lesz, erről beszélgetünk. Ákos, híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra volt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a Morning Show-t itt a Klasszon, Trafi az M3-ason Miskolc felé, a 103-as kilométernél, a Molkút után Dogdi küldte nekünk. M1-es, M7-es közös szakaszon baleset kifelé áll mind a három sáv, Makiverem küldte nekem, köszönjük szépen. Aztán hát egy maki, aki verembe esett. Egy majomcsapda, így van. M3 a 106-os kilométer Molkút Miskolc, igen, ezt mondtam az előbb. És kint állnak a rendőrök a Dózsa-György út, Robert Károly és a Vágány utca közötti részen, a 20-as E vonalán trafiznak és kiszedik az autókat, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Zugligelt, Szépilón a Moszkva tér, 1 óra 35 perc. Hallja, igen, beszéltünk ugye a múlt héten Budapest főpolgármester helyettesével, és elmondta, egyébként baromi szimpatikus módon, hogy türelmet kér az autósoktól, köszöni a türelmet, és egyre több mindent adnak át ősszel, úgyhogy lassan ez a kaotikus állapot, ami hát Budát jellemzi, véget érni látszik, átadják a fonódó villamosokat, aztán lehet már menni az alsó rakparton, föl lehet menni a Margit hídnál, a Komjádi úszoda részt, mögötti részt is megcsinálják, Moszkva tér is alakulgat, úgyhogy hát még kitartás, de Buda is szép lesz. Egyszer. Idővel. Így van. Szépnek most is szép, csak nem közlekedhető. Csak hát nehezen. Igen, nehezen járnak. Nincsenek nagyon kerülő utak Buda, ebből a szempontból speciális, sem erre nem tudsz menni. Van három útvonal, ha ott dugó van, akkor egész Buda meghal és visszadugul. Tehát most szörnyű a közlekedés. Mondjuk a Feri kérdésre adott válaszol azzal, hogy azért nem dolgoznak este, mert akkor drágább, hát én továbbra sem tudok majd mit kezdeni. Tehát, hogy... hát igen. Mondjuk a lakókörnyezetbe te se örülni. Hát, igen, az is igaz, hogy ott éjszaka, akkor azért nagy baj lenne, jönnének a cukros nagyik, akik dobálnának a botokat. Megróval. A barack lekvárta azért hagyjam már abba, szétverem a fején ezt a botot. Tehát az nem egy egyszerű élethelyzet, igen. De kitartást tényleg mindenkinek. Megoldódott közben a kis zűrünk, ami volt, és él az e-mail cím, fontos, hogy ékezet nélkül küldjétek, jó? Tehát mosogap@klassfm.hu. Jó? Azokat is figyelembe veszük majd természetesen, akik tegnap előtt nagyon leleményes módon a Morning Show-ra küldték, jól tettétek. Őket is majd betesszük abba az ominózus kalapba. Ti a jéghátán is megéltek. A jéghéz ravaszak vagytok. Ha az egyik e-mail cím visszadob benneteket, elkülditek a másikra. Ezeket a mosógépeket nem lehet leállítani. De most már él a mosógép kukac@klassfm.hu. Ékezet nélkül, ha külditek, akkor ezek az e-mailek is megérkeznek. Elhárítottuk a technikai akadályt, úgyhogy minden rendben. Jó? Mosógépek, hajrá! Cseréltessétek le saját magatokat, jövő héten pedig figyeljétek az adást, hát ha a gazdátok hangját halljátok adásban, és akkor tuti, hogy nyugdíjba tudtok menni.
Na, ugye mondtuk, hogy érdekes vendégünk lesz 9 óra után, mert hogy van valaki, aki imádja a virágos kertet, különösen, ha éhes. Hát ezt így elolvasva, már az ember azt gondolja, hogy meg kell, hogy ismerje a hölgyet. És a cikk írója szerint az asszony bakfiskora óta készít virágos bulit. Hát bakfis, ez neked megtetszett. Ez egy annyira romantikus és helyes mondat, hogy ez nagyon tetszik. Vajon melyik korosztályhoz tartozott az, aki írta a cikket? Az asszony. Bakfis. Igen. Egy virágszakács érkezett hozzánk. Halmos Mónika. Móni, hello, jó reggel. Ciao. Jó reggel. Jó reggelt, és abban a pillanatban beadtalak telefonom. Szép volt. Fölöttem az egyet. Nem egy hologram. Itt vagyok a pult másik oldalán. Ja? És nem értettem, hogy miért nincs senki a vonalban. Igen, és mi az a foglaltank vagy vonalhang. A hologram nem vibrálna néha. Igen. Na, Móni, látom, sok mindent hoztál, hát ezeket majd megkóstoljuk, de nem akarok ebből az evéssel kezdeni. Egy kicsit mesélj erről, hogy mióta eszed te a virágokat. Hogy jött, ugye? Hogy jött? Hát egyszer csak vasárnapi zárvatartás után megriadtál, hogy nincs semmi a hűtőszekrényben, és gondoltad, hogy irány a virágos kert. Kiürítették a pszichiátriát, és közvetlen út. Szóval, hát hogy kezdi el az ember megenni a kertjét? Hát mindenki ezt kérdezi, hogy hogy kezdtem el, pedig hát igazából hát erre nem emlékszem, hogy hogy kezdtem el arra, hogy én mindig is megkóstoltam minden virágot, nem bakfiskorom óta, hanem már kicsi gyerekkorom óta. Szólunk a cikk írójának, hogy akkor a bakfiskora óta készít virágból ételt, ez nem igaz. Nem bakfis, hanem nebulókora. Igen, tehát én mindig ezeket megkóstoltam, és akkor valahogy ez nekem jött, hogy engem mindig érdekelt, hogy hogy lehet ezeket a virágokat megenni. És aztán egy idő után elkezdtem így kutatni ezt a témát, és kiderült, hogy azért ez már másnak is eszébe jutott, tehát erre is lett azt mondani, hogy már az ókorban is, hiszen az ókorban is ettek már virágot, például a rózsa az a római birodalomnak egy nagyon kellemes étele volt. De is szerencsére vettél valami mérgezőt, azért gyerekkorban az ember kimegy egy kertbe, hát azért ott bele tudsz aladni, aminek csúnya vége lehet. Volt egy-két mellé nyúlás. Én ilyen nem emlékszem, tehát meg nem haltam tőle, olyan nagy bajom nem lett, és én azt gondolom, hogy ez mai napig is így van, hogy biztos, hogy mindenki, aki megkóstol valamiket, megkóstolunk olyat is, ami nem biztos, hogy teljesen ehető, de hát szerintem kisebb a veszélye, mint hogy elgázol minket itt a villamos. De egyébként ez teljesen magadtól? Tehát nem volt egy nagyi, aki mutogatta neked a kertet és az erdőt, egy anyuka, tehát kimentél? Egy gonosz mostoha. Hozott neked mérgezett almát, tehát teljesen volt, magadtól? Volt egy étel, amit gyerekkoromban mindig készített a nagymamám, ez a bundában sült akácvirág volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt így a kutatásaim során kiderült, hogy ezt leginkább Magyarországon sütik, és Ausztriának egy kicsi részén. De a világon máshol nem nagyon. Erősek, igen, tehát és erre a leleményesen rájöttek az emberek, hogy sok mindent lehet csinálni az akácból, például bundába kisütni a virágát. De hát, amit hoztál is, egyébként meg az olasz konyhának az egyik legnagyobb égköve, a töltött rántott cukkini virág. Tehát ezt itthon nem ismerjük, de ott kint például úgy veszed a cukkinit. Ez szimbolikus az olaszok, ahol leálltak a fűrőről, meg leálltak a pincsekről, meg leálltak a sárgarigóról, és most már virágot esznek, ez sokkal szimbolikusabb. Egyébként ez a cukkini virág, ez azért a mostani időszaknak a legjobb étele, mert akinek van egy kertje, és mondjuk olyan gondosan elültetett 4 cukkini magot, az szerintem ilyenkorra már megfőzte az 1001 étel cukkiniből című receptkönyv összes receptjét. Tehát ott van a rengeteg cukkini, amit ugye az olaszok ilyen kicsinek szednek le nagyvirággal, mi pedig ekkorának szedjük le, ilyen hatalmas, és akkor ugye nem győzünk kirántani, meg megtölteni, meg nem tudom mit csinálni belőle, és akkor ilyenkor jöhet a jó ötlet, hogy akkor szedjük le a virágát, és akkor nem kellene bajlódnunk a cukkinével. És volt olyan, hogy gyermekkorodban vagy bakfiskorodban felszolgáltál a vendégeknek virágsalátát, és senki nem értette, hogy úristen, mi ez, és hol van az igazi ebéd? Volt ilyen, de azért ez később is előfordult, tehát én rengeteg kóstoló programot tartok, és ott is van, amikor eléggé furán néznek rám, és ott 3 lépést hátra lépnek, hogy hát ezt azért mégse. De én azt gondolom, hogy azért az, hogy én most már lassan 20 éve próbálom a könyveimmel, a cikkeimmel megismertetni, hogy van egy ilyen világa is a gasztronómiának, most már azért nagyon sokan nyitottak erre. És a férjed, amikor először hozott virágcsomagot, nagyon meglepő. Köszönöm! Pontosan ez egyébként egy borzasztó fontos dolog, amit mondtál, hogy amikor valakinek hoznak egy ilyen virágcsokrot, és nem kint szedik a mezőn, akkor ezt nem szabad megenni. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a virágüzletben vásárolt virágot senki ne egye meg, mert ugye azokat nem arra termesztették, hogy itt a tányéron végezzék a sorsukat, az a vázában. Tehát nem célszerű, hogy egy ilyen romantikusabb pillanatunkban a feleségemet sétálgatok itt a mezőn, megkívánunk egy-két pipacsot, lesz, akit ők elfogyasztjuk. A mezei pipacsot? A virágüzletben vásároltat nem lehet megenni. A virágüzlet? Egyébként volt egy ilyen nagyon érdekes történet, hogy az egyik kereskedelmi tévécsatornával forgattunk egy ilyen kis ehető virágos dolgot, és kimentünk egy ilyen romantikus mezőre, ott főzögettünk, és
voltak nem messze tehenek, és ugye az egyik operatőrnek nagyon megtetszettek a tehenek, és akkor azokat is ott filmezte, hogy milyen aranyos, és rádöbbentek, hogy milyen hosszú nyelve van egy tehének például. És én mondtam nekik, hogy a tehén azért legelészik itt, hiszen itt tele van gyönyörű finom virágokkal, és ez nem csak a tehénnek jó, hanem nekünk is nagyon jó salátának. És én legugoltam a fűbe, és mutattam, hogy hát ez is ehető, milyen finom kis virágok vannak, meg lehet kóstolni. És akkor a végén a mókás az volt, hogy az egész stáb négy kézzel váltotta a virágos réten, és eszegették a virágokat, csak nem volt egy fényképezőgépem, hogy én meg ezt örökítsem meg, hogy az egész stáb mindenféle technikai felszereléssel, meg fülessel minden el ott eszik a virágokat, és mondták, hogy tényleg igaza volt a tehénnek is, meg nekem is, hogy tényleg nagyon finom. És utána mondtad ezek nekik, hogy a tehenek szoktak pisilni is ezen a területen? Nem, a tehenek el voltak választva egy... És nem kevesebb. Tehéntrágya jó az. Nem, az ők el voltak választva egy villanypásztor. És az élettani hatásukat tekintve, jól lehet lakni virággal például? Hát én azt gondolom, hogy ezért az ember nem virággal akar csak jól lakni, ugye ezeket használhatjuk díszítésre, színezésre, ízesítésre, illetve hát kiegészíthetjük így az étkezéseinket, például meg lehet tölteni egy virágot, ki lehet sütni, és a tízek között viszont vannak gyógynövények. Tehát ilyenkor a gyógyhatás ugyanúgy érvényesül, mint hogyha egy teát innánk meg. Nálam például nagyon sok babér van a kertben, az ehető? Hát persze. Hát a babér, hát az a bableves lehető. De nem arra gondolok, nem az a babér, tehát az amiből sövény van, tudod, végig. Tehát a nem babér, szakam... babér megy, de hát az nem virág. Na jó, csak kérdezem. Hát jó, hát az is növény. Oké, jó, ez ölbács volt, hát most miért tök jó? Annyi babér van, gondolom, hogy ki meg a gyerekkel, kicsit meg. Jó, de az nem virág. Hát az nem virág. Értelemszerű, persze. Na, miket hoztál nekünk? Hát én hoztam nektek, amit már itt említettünk, ezt egy virágos töltelékkel, virágos fetasajtos töltelékkel megtöltött és bortésztában kisütött cukkini virágot. Ugye ez nagyon kellemes előételnek is így, vagy pedig akár köretnek is megehetjük, vagy csak úgy. Aztán ilyen töltött virágok sorába hoztam még egy sajtkrémmel töltött sarkantyúka virágot. Ugye ez a sarkantyúka, ez azért nagyon különleges virág, egyrészt, hogy van egy ilyen sarkantyúja, azért nevezik annak. Másrészt ez csípős. Tehát ennek ilyen tormára emlékeztető íze van. Dobszalmi Feri, mindenmelyiket, csak hagyd kóstoljak már meg valamit. Szerintem a izét, a cukkini virágot, ezt a nagyot. Az a nagy, meg ott van, nézd meg, ott van a mozzarella virágnak a termése. Igen, az a mozzarella virág termése, az pedig az a mozzarellás, az petúnia. És azt így meg lehet enni? Meg lehet enni. Egyébként régen a gyerekek, amikor még nem féltek annyi mindentől, a gyerekek kiszívogatták a közepéből a nektárt. De azt is meg lehet tölteni. És erre is volt egy aranyos történet. Elég, a sima petúnia. Egyszer régebben egy novemberi napon mentem egy Pest közeli településen, megálltam az út szélén, és az árokba üldögélt egy bácsi. És hát én megkérdeztem tőle, hogy hát van-e valami baja, segíthetek-e, és mondta, hogy hát azt mondja, ő kicsit sokat ivott, ő itt megvárja, amíg jobban lesz, és hazamegy. És ott volt mellette az autó, és én kicsit aggódtam, hogy a biciklijével majd talán összetöri az autómat esetleg. És akkor visszamentem, a bácsi még mindig ott ült, és én megkérdeztem, hogy hát segíthetek valamit, vagy van valami baj, és a bácsi elkezdett sírni, és azt mondja, hogy hát képzelj el, én itt olvasom az autóra, rá van írva, hogy ehető virág, és gondoltam, hogy ez miféle őrült dolog, azt mondja, de hát most viszont eszembe jutott, hogy ez egy nagymamám 70 évvel ezelőtt Kecskemét mellett a tanyán mindig petúniát sütött ki nekünk bundába. És sose jutott eszembe, és most azért sírdogálok itt az árokban. És ittam is rá, még egyet, hogy megint nem tudok tovább menni. És annyira berúgtam az emlék hatására, hogy nem tudok felállni. És az olyan aranyos volt, hogy itt állunk egy árokparton, így beszélgetünk, és egy új receptet osztott meg velem ez a bácsi, és kipróbáltam, tényleg nagyon finom petúnia egy bundába kisütve. Aha. Na. Igen. Írj egy hallgató, hogy tőled a virágból megkérdezik, hogy elviszed, vagy itt fogyasztod. Igen, de én azt biztos nem fogyasztanám, mert azok tényleg mérgezőek. Ugye ezt is meg kell tanulni, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami mérgező, mint mondjuk a gomba ismeretek. A cukkini isteni. Cukkini virág. Az pedig, amiben a kis pálcika van beleszúrva, hogy a pálcika az a nem ehető, az pedig egy mézes, csilis, rózsás mozzarella. Az ugye egy nagyon jó kis előétel, az rózsás és csípős. Aha. És picit édes, úgyhogy az egy nagyon jó kis előétel. A petúniának olyan íze van, mint ha megette volna egy virágboltot. Egyébként tényleg, mert ugye ha belépsz a virágboltba, ott van ilyen erős petúnia szag. Miért tettél már virágboltot? Nem azért mondom, csak a virágboltban van mindig erős petúnia szag. Megettem ezt az egyszem petúniát, mindenféle töltelék nélkül. Nem már. Egyébként tényleg jó. Tehát, hogy nincs erős íze, vagy nem jellegzetes, ilyen kis kellemes virágíz, de nagyon, nagyon finom. A lekvárt miből főztél? Ez egy rózsalekvár. És ezt a rózsaszíromra kell kenni? Szilvából barátom. Ezt meg lehet enni, a levendulás kekszel javaslom meg enni. Levendulás keksz és hozzá rózsalekvár. Igen, ugye az egész rózsavirág benne van, tehát benne van a szirom, benne van a virágpor, benne van a nektár. Fordítson a kanalat úgy egyszerűbb, mert csak én nem látok ilyen messzire, mert ez 2 centi, ezt én már nem látom. Ez, amit most elfogyasztottam, ugye ez a kakuktojás.
Tehát ezt kellett volna megtalálnunk. Na melyik nem ehető közül? Nem, az egy sima díszítés volt a tányéra, János. De azt nem így egybe kell megenni, mert úgy eléggé borzasztó szerintem. Igen. Ez... Hát nem kell mindent rögtön mindig bekapni. Fűszerezésre kell használni, tehát az egy bársonyvirág, vagy aki jobban ismeri, úgy büdöske. Igen, büdöske. És a szirmait ki kell tépkedni, és azt fűszerezésre lehet használni. Jó. Nagyon jó lehet vele sajtkrémeket, vagy húsételeket. Jó érzéke, rányújtál az egyetlenre a tányéron, amit nem lehet megenni. Azért, mert az annyira te vagy megint, mert tele volt vele a kertünk. Annyira te vagy, hogy 8 vehető étel van, egy, amit nem lehet megenni, és azonnal elkezdett. A rózsalekvár egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, mert az egy nagyon erős afrodiziák. Ó, és mire jó? Na, mit csinálok? Hát ez az, ugye azt mondják, hogy a török szultán is azért tudta boldoggá tenni a számtalan feleségét, mert mindig rózsalekvárt reggelizett. Viki, nem, ezt nagyon. Nézd, mit eszem. És ne lenyalta! Menj haza, fürödj meg, jövök mindjárt. Ne, inkább ne is fürödj meg. Mit kínálgatsz nekem? A körtét. A körtében is van afrodiziák, mert nagyon nyomja a felesége, hogy ezt tedd meg. Teljes ide nem kell este. Nem, a körte az pont nyugtatós hatású, mert ugye vagy levendulás, nem, nekem most csak olyat mondj, hogy este nagyon nagy hancúr legyen. Hát akkor a rózsalekvárt mindenki. Rózsalekvárt. Minden mennyiségben. Gyerekeknek, unokáknak csinálsz? Szeretik ők is, gondolom, nem? Persze. Hát a gyerekek ugye ezen nőttek fel, hogy mindig ki kellett próbálni mindenféle, nekik meg kellett kóstolni, és egészen megszokták, bár volt egyszer, amikor voltam egy tévéműsorban, és az ilyen főműsor időben ment le, és másnap a lányom egész kicsi volt, hazajött sírva, hogy most itt az iskolában azzal csúfolják, hogy mi mindig pipacsot vacsorázunk. Szegény gyerek. Igen, bár nem volt erős túlzás a dologban azért. Hát kicsi túlzás volt benne, de most már, hogy felnőttek, most már azért ők is élvezik ezt a dolgot, hogy mindig tudnak valami újat mutatni a haveroknak, és bulira mindig ők is olyat visznek, ami különleges. Mondd azt teljesen hétköznapi dolgokat, amiket most az ember kimehet a rétre, nyilván most kérdés, hogy mi virágzik, ugye már talán kevesebb, mint tavasszal, de hogy ami tényleg tök közhelyes, tök hétköznapi, és mondjuk az ember meg tudja kóstolni, vagy megjegyzés, amikor lát egy olyat, megismeri laikusként, és mondjuk megkóstolhatja. Csak egy-két olyan növényt, virágot, ami minden kertben lehet. A kedvem? Hát vagy bárhol, például, mint a pipacs például. Tehát ilyen tök banális dolgokat, amiket most egy laikus hallgató is megismer, és meg tud kóstolni. Levendula, pipacs. Hát, ugye a levendula az ugye eléggé ismert, most az óriási levendula őrület van. Aztán tavasszal az akáca, bodzavirág, ugye a bodzát azt sokan nem is gondolják egyébként, hogy az virág, mert ugye az már annyira benne van a köztudatban, így a bodzaszörp, a bodzás üdítőitalok, meg mindenféle. Ugye most van bodzás sör is például, meg bodzás krémtúró. Úgyhogy az például ugye egy nagyon közismert dolog. Most így az őszi kertekben például ott van a dália, amiről sokan nem tudják, hogy a dáliát is meg lehet tenni. Egyébként én készítettem nektek a bortésztában kisütött dáliákat, amik szintén nagyon finomak, csak mikor tegnap megsütöttem, akkor átjött a kedves szomszédom. És megette, úgyhogy azt mondta, hogy nem tudta, hogy mi ez, de nagyon finom volt. És mondtam, hogy dália, akkor majdnem elájul, de azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó volt. Érdekes, ez a rózsalekvár is érdekes. Ez egy hagyományosabb dolog, azért ilyet az ember kóstol, de nagyon-nagyon-nagyon finom. Látom, fogy rendesen, nagy buli lesz esére. Nagyon készül. Este, nézd, ott vannak a gyerekek délután. Nagyon jön a rózsalekvár, nagyon jön. Ennél egyébként még egy jobb dolog van, ugye én szoktam csinálni rózsaszörpet is, abban is úgy benne van az egész rózsavirág, rengeteg virágporra, rengeteg nektárral, ugye ezek mind erősítők. És ez egy kis pezsgővel, ez a legtutibb egyébként. Pezsgő, na? Rózsaszörp pezsgővel az... Megiszom a pezsgőt, megiszem az eperlek, már aki szembe jön, gyerekek. Ha még aznap jön a családi pótlék is, meg is fejtett. Csodák napja, karácsony. Mit ne együnk a kertből? Tehát most azért felindult hallgatóink kirohannak a kertbe. Vízcsapot. Igen, slagot, gerebjét. Tehát mi az, ami mondjuk veszélyes? Hát vannak mérgező növények, illetve virágok, és azért mondtam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát azért senkinek nem javaslom azt, hogy kimenjen, és akkor megegye rögtön a gyöngyvirágot, a leandert, meg mindent válogatás nélkül, mert vannak tényleg mérgezőek. Ezt tényleg meg kell tanulni, úgyhogy ez ugyanolyan, mint bármi más, hogy az ember szeretne foglalkozni. És milyen jó, hogy van neked egy testvéred, ha minden igaz, egy öcséd, ugye? Igen. Aki toxikológus. Nem, azért csak, hogy ő már írt nekünk SMS-t, hogy mi van a mai írtós kekszel. Hát igen, amit kóstoltatok, ez a mojitos keksz, legalábbis ő így nevezi, mert ő azt gondolja, hogy
a levendula az molyírtásra való, hát ugye régen arra is. Igen, úgy látom, a család még mindig ellenáll. Hát arra látom az SMS-eket, hogy azért még van némi ellenállás a családban azért. Mi van a molyírtós kekszel, azért még valaki ezt nem fogadta el nagyon. És egyébként szereti, csak ő molyírtósnak nevezi, mert azt mondja, hogy ez a molyírtós keksz. Amikor így áthívod őket vacsorázni, vagy ebédelni vasárnap, akkor mondják, hogy ők azért hoznak ehetőt is. Annyi, hogy mindenki rendel egy songukú pizzát a biztonság kedvéért, tudod, hagyma, gomba, kukorica. Nem, ők jobban szeretik, hogyha én főzök nekik. Elég nyitottak már, tehát megszokták, hogy vannak ilyen furcsa dolgok, és náluk nem kötelező mindent megenni, ugye nálunk sok ilyen kísérleti dolog van, tehát nem haragszom meg, hogyha valaki azt mondja, hogy na, köszönöm szépen, ez egyáltalán nem üdvözlő. Nincs is jobb dolog, mint egy vendégségben a rokonságon kísérletezni. Az mindig egy hálás, dolog, hogy hát csak meg ez az első, még én sem is voltam. De legalább őszintén. Mama, még egy kis nadragúját. Jó egyébként, amikor az ember a rokonságon tud kísérletezni. Ezért kell nagy család, hogy az ember sok emberrel tudjon kísérletezni. Kérdezik az a hallgatóink, hogy miért nem a Rékasi mellett laksz, mert akkor megvan, hogy kinyúlta le a virágokat. A Rékasi elnökünk elpanaszolta 3-4 hónappal ezelőtt, hogy valaki a szép virágos kertjét úgy, ahogy van, kiásta éjszaka, és a komplett kertjét ellopták. Nagyon büszkék voltak, fölraktak a Facebookra egy posztot róla, egy képet, és valakinek megtetszett a poszt alapján, és az egészet. És másnapra kirámolták a virágos kertjét. Én azt gondolom, hogy de is biztos, hogy nem én voltam, de azért nem is lennék, mert én nem ástam ki, hanem maximum letépkedném az összes virágot, és azt vinném el, úgyhogy én azért az ásással nem bajlódnék. Sima fű, azt gondolom, azzal nem próbálkozunk, ugye? Sima fű volt nálad? Hát lehet különböző fűfélékkel is próbálkozni, meg különböző zöld növényekkel, ugye ez megint egy másik fajta konyha, ami nekem szintén egy nagy kedvencem, ami nem virág, hanem maga a vadnövények, tehát azok, amiket mi mondjuk gyomnövénynek nevezünk, és ott nőnek a pázsit mellett, meg az útszélén, ugye ez megint egy különleges része a konyhának, mert ezek között is rengeteg ehető van, legközelebb azt is megmutatom, ha gondoljátok, hogy lehet ezeket a füveket megenni a kertből. Jó, fűsaláta! Egy fűsaláta, egy sok mindent csináltam már a fűvel, ennyire nem ettem. Meg ilyesmi. De hát, a papsajt az mi valójában? A papsajt, az a májvának a termése, ami szintén egy nagyon-nagyon jó dolog, ugye a májvának eleve a virága is ehető, sőt azzal színezni is lehet nagyon szépen a legtöbb májva virágával, és akkor ott van az a kis papsajtnak nevezett kis termés, ami nagyon finom nyersen is, tehát akár például egy zöldséglevesbe beleszórni, az nagyon kellemes ízű, vagy hogyha már kicsit meg van száradó, akkor meg műzlibe nagyon jó. Kilószámra ettünk gyerekkoromban a papsajtot, kilószámra. Tudjuk, hogy a virág is istenem. Rád is sajnálták a menzapénzt, mint rám. Úgy látom, rajtad is porolt. Neked is kellett ilyet tenni. Művirágos recepted van? A művirág az, amit a virágboltba veszünk meg vágott virágnak, mert az az igazi művirág, úgyhogy abból nincsenek receptek, azt el kell felejteni. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz dolog. Egyébként minden tényleg nagyon finom. Tehát az ember először egy kicsit nem furcsán érzi magát, aztán megkóstolod ezeket a kis virágokat, és rájössz, hogy nagyon jó ízük van, nem? És tényleg abszolút ehető bármennyire, és az ember óckodik az elején, vagy furcsa az elején. Tényleg jó hát ízű. Egyébként pont az a jó, hogyha az embernek van egy kicsi kertje, vagy néhány balkonládája, akkor tulajdonképpen egész szezonban, tehát márciustól egészen a fagyokig mindig találhat olyan dolgot, amit meg lehet tenni, olyan virágot, tehát az ibolyától kezdődően, ami ugye szintén egy nagyon izgalmas virág, mert sokan ismerik félre a kandírozott ibolyát, ugye a Sziszi nevéhez fűződik, ugye neki volt ez egy nagyon nagy kedvence, és neki mondjuk úgy könnyű dolga volt, mert tehát ugye volt egy népes személyzete, akik kimentek és leszették neki a rengeteg ibolyát, és akkor aprólékos munkával szépen egyenként kandírozták a virágot, tehát nekünk azért egy kicsit bonyolultak. De ugye az ibolyáról nagyon sok recept is van régi szakácskönyvekben, tehát ilyen 1700-1800-as évekbeli szakácskönyvek, tele vannak ibolyás torta receptekkel például. Akkor nagyon nagy divatja volt az ibolyás tortáknak. Muskátli ehető? Bizonyos fajtáknak a virága ehető, sőt, van olyan például, itt hoztam is, ez a levél, amit mert itt a szaga borzasztó sokszor ez egy muskátli. Ez a citrom illatú muskátli, ugye hát nem azt a muskátlit kell megenni, ezt a piros paraszt muskátlit, hanem azt érdemes megkóstolni picikét azt a levelet. Piros paraszt részét. Vörösödök? De ez nem a piros paraszt muskátli levele, ez a citrom illatú muskátli levele, ezzel nagyon jól lehet ízesíteni például, ennek kicsit enyhén fehér rózsaszínes virágai vannak, azok is ehetőek. Hát azt a nagy paraszt muskátlit, amit büdösnek neveztél, azt nem biztos, hogy érdemes megenni, mert hogy nincs kellemes íze. Egyébként meg lehet enni, ha valaki annyira szereti az ilyen büdöses ízeket. Jani topzódik. János, azt gondolom, hogy János megint hazaért. Tehát, hogy hazamegy, és az egész kerületben lelegeli a muskátlim. Kopárrá válik holnapra kert.
Na jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Felteszünk majd egy e-mail címet veled kapcsolatban. Jó, hogy hol nézhetik meg a receptjeidet, vagy hol, mert sok hallgató érdeklődik irántat, hogy hol lehet ezeket a recepteket letölteni, megnézni, megfőzni, úgyhogy a Facebookra akkor felteszünk elérhetőségeket. Köszönöm szépen, akkor az egész ország virágos kedvébe lesz, és virágot fog enni. Ó, nagyon köszönjük. Móni, köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Múlt, pontosan egy perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Az a betyárját. 9 óra múlt 40 perccel. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarabb ért véget ez a dal, mint gondoltam. Rövidecske, ott nem volt benne több. Hát, ez legyünk őszintén. Picit ott elfogytak a szerzők. Elfogytak. Igen. Megismételjük még egyszer ezt, hogy ne. Jó kis dal. Én szeretem állandóan ezt éneklem, ezt a dalt. Állandóan napok óta ez a dal jár az eszemben, és álltok a dallamtapadást úgy lehet, még a szerkesztő szóval is ezt énekeltem, ha meghallgatod az adott dalt, most kíváncsi, hogy ez működik-e. Hogyha betapadt egy dallam, akkor meg kell hallgatnod az eredetit is. Ja, ezért hallgattuk meg? Nem. Be volt szerkesztő. Na, azt mondja, hogy hol tartunk? Jön ilyenkor? Megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, így van. Feri észrevette egy oldalon, hogy Franciaországban bérelhetünk nagymamát, és eljátszottunk a gondolattal, hogy néz ki ez a való életben, hogy néz ki, amikor mondjuk egy 5 éves gyereknek te egyszer csak nagymamát bérelsz. Mit mondasz, ha kell, akkor mit hazudsz? Hogy szeretteted meg vele a nagymamát, és milyen érzelmi alapokra helyezed a dolgot, hogy egy vadidegen nagyi egyszer csak beállít, és elkezd úgy beszélni, hogy szervusztok, gyerekek, na ki van itt? Igen. Egy néni. Egy vadidegen néni. Tehát mit tennénk, ha nagymamát bérelnénk? Erről beszélgettünk, valamint kiderült, hogy 42 országgal közösen elindult az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét lezárásaképpen autómentes napon kitaláltátok, hogy vonattal kéne bejönni. Ne. Mi azt mondtuk, én azt mondtam, hogy lehet menni ingyen vonattal, ha van forgalmi engedélyed ugye a kocsira, és te ajánlottad föl, hogy akkor te bejössz. Uh-huh. Én csak így meglebegtettem, hogy mi lenne, ha. Gyerek, hát jövő étkend, 4 óra 40 kápolnásnyék. Ott vagyok. Beszélgetünk arról, hogy mi lenne, ha egy nap vonattal jönnék. Én erre kicsit, hát hogy is mondjam, óvatlanul igen mondtam, és elvileg az van, hogy jövét kedden akkor autót letesszük, és kipróbáljuk az autómentes napot. Meghallottad, és mint Rogánék a sztori címlapra, lecsaptál. Így van. Na nézzük, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van, pontosan 10 óra, akkor jövő étkedv van. Igen, így van. Megnézzük, milyen állapotban van a MÁV. Felderítő oknyomozó riport. Oknyomozó riport. Megnézzük. Te így majd ott majd beszélsz, majd ott a perronon a telefonodban? Felállok már az idő, 5 óra, 7 perc, a vonat már másfél perccel késik. Így van. A peron meglehetősen jó állapotban van, leszámítva azokat az enyhén rózsdás részeket. Hoppá, úgy látom feltűnt a vonat. Verbális jegyzetelés lesz, és megnézzük, hogy milyen állapotban van a magyar vasúti társaság. Kedves digitális napló. Nagyon félek. Egyedül vagyok. Érdalsóról egyedül vagyok. Be vagyok csokízva. Sehol a vonat. Hát elkíváncsi vagyok tényleg egyébként. Nem, megcsinálom most azt, hogy szerintem Balázs Szabi lesz a jövő héten. Vagy nagyon beteg lesz. Jó, gyerekek, hát azért ez nem egy olyan nagy dolog. Ez. 30 éve nem tettem le a kocsomat. Úgyhogy akkor vonatozzunk együtt. Hívjuk a nap hallgatóját. Hát utoljára Csillebercen vonatoztál, nem? Nem, utoljára egy demény számra vonatoztam, mint haverom eskulója. Ilyen egykor. Na. De a késik az nem az én hibám lesz, hogy elkésik adásból. Halló. Hello. Jó reggel, szia, Csabi nem, Jani, Feri, Balázs, Morning Show, szia. Peti. Hello, Peti, jól értem? Igen. Peti, nem mondtad. Hát igen, nem figyeltem. Nem. Kellőképpen. Ezen a héten valahogy nincs. Nincs szerencsénk. Nem, nektek nincs szerencsétek, nekünk van csak. Igen. Azt írtad nekünk, Peti, ugye itt volt egy hölgy. Igen. Halmos Mónika, aki imádja a virágos kertet, bakfiskora óta a virágokból készít ételt, és te azt hittet nekünk, hogy valami bűzlik Dáliában. Mi ezt, ugye, mert szó volt a Dáliáról is, nagyon szerettük. Hát te vagy a nap hallgatója, csak nem mondtad, hogy Morning Show, úgyhogy nincs ajándék. Csomag. Minden esetben nagyon örülök. Örülsz azért?
Hát, igen. Hazamegyek, ezek valami virágot ennek örömére. Egy ilyen pipacsot. Az hát, hogy árvácskák. Jó, a reklámblokkot látva van egy-két ajándékod, jó? Ha meghallgatod a reklámblokkot, akkor ott kiderül, hogy mit tudunk neked adni az ajándékcsomag helyett. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Hol hallgatsz minket, Petni? Borsod-Szentgyörgy. Borsod-Szentgyörgy, ott is szólunk. Jól van. Köszi, hogy minket adott. Egy kutya vagy csirke? Mi van ott látad mögött? Hát ez egy kutya. Kutyaszerű. Kutyaszerű. De vannak csirkék is az évig. Akkor lehet a kettőt együtt hallottam. Hangja meg. Alapján kaukázus pásztornak tűnik. Csak igen. Még kicsi. Peti, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Oké, okay, hello, szia. Szia. Hello. NKH ellenőrzés lesz a Cinkotai úton is, ezt Fóka küldte nekünk, valamint Vásáros Namény felé a 264-es kilométernél csikos autóból figyel a több szemű. Ez az M3-ason van. Ezt János küldte nekünk. Annyira jó az új több szemű egyébként, hogy akkorára sikerült, hogy kilométerekről kiszúrott, hogy ott állnak vele. Konkrétan mindig azt mondom, hogy egy IT nézne veled szemben. Ugye? Egy ilyen brutál IT. Brutál IT, óriás szemekkel, hogy mutatói kéne, hogy ide haza akar menni. Mindenhol észreveszed, ahol trafiznak, mert nem tudják elrejteni. Szegények nagyon dolgoznak, hogy bokor mögé, benzinkút mögé, nem tudom, aluljáró, felüljáró, de nem tudják elrejteni, mert akkora. Hogy kaptatok már ilyen biztonságjöves papírt, hogy nem volt bekötve? Nem még. Nem. De azt még nem, az csak mi bekötjük, tudod? Azt csak évvégétől nézik, most még csak sebességet figyelnek. Ha a rendőrautó áll az út mellett, egy sík területen, és viszonylag komolyan meg van dőlve az egyik oldalra, az is azt jelenti, hogy ott a trafi, mert hogy olyan súlyú is állítólag. Tényleg? Hogy igen. Ennyire nehéz? Komolyan? Ezt nem tudtam. Na jó van, drága hallgatók, vigyázzatok magatokra. Jó, mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Elmondtuk mindent? Ja igen, gyorsan csak akartam mondani, hogy mosógépek írjatok, jó? mosogep@klasszfm.hu. Jó, jövő héten minden nap sorsolunk egy nagyon szép vadonatúj mosógépet, úgyhogy jelentkezzetek a játékra. Csabi nincs, Gábor van? Nincsen még a héten Csabi. Szabin van. Megérdemli, hát aki ennyi gyereket pumpált össze, mint ő az utóbbi muszáj. Muszáj pihenni, muszáj kivenni, igen. Úgyhogy Gábor lesz a kívánság műsorban, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor a